Ez itt az Élet meg minden. A Portré Interjú Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Előfordult, hogy úgy érezte túl messzire ment. Túl mélyre. Vagy éppen túl magasra. Ezt mondta ezt a magamnak, hogy otthon van a gyereked, otthon van a családod, a francnak szálltál fel erre a hülye repülőgépre, ugye a francba, és hogy igazából, tehát megéri a dolog. Hajdú D. András fotós mégis ott keresi a fényt, ahol kevesen tartják életben a lángot. Mondjuk Kongóban. Vagy Magyarországon a legsötétebb, legreménytelenebb helyeken. vannak emberek, akik, akik ezt így viszik ezt a lángot. Úgy szoktam egy kollégámmal ezt mondani, hogy vannak emberek, akik világítanak a sötétben. Tehát, hogy, hogy igazából meg lehet ezt a fákját, hogy bármit fogni néha, és egy picit így továbbadni, mert semben nem kerül, viszont eszméletlenül sokat tudsz felsegíteni. segíteni. megtalálni és megmutatni ezeket a fákjavívőket. Ez nem két perces munka. Van, hogy a fotós éveket szán arra, hogy párképen mi is láthassuk, amit ő lát. Így tud egy anya igazán kiforni, hogy, hogy amikor te ismered már az egész történetet, akkor nem belefásulsz, vagy beleúnsz, hanem egyszerűen az van, hogy amikor odafordulsz mondjuk a töltés fel, és azt mondod, hogy most. Tehát most összeállt a történet. Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 28. adása. Én Tóth Szavos Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Hajdu András fotográfussal beszélgetek, egy Afrikában gyógyító magyar orvosról, fényről és a sötétség mélyéről, valamint történetekről, amelyeknek van, és amelyeknek nincs happy endje. De még mielőtt tovább mennénk, egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe az hú. Természetesen ékezetek nélkül, tehát még egyszer az élet hú. Az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a Stósz, ami szintén teljesen ingyenes, a hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu Az 1981-ben született Hajdudé András azok közé a fotoriporterek közé tartozik, akik akár éveken át is dolgoznak egy-egy nagyobb sorozaton. Így volt ez annak az anyagnak az esetében is, amelyel András a romániai nagybánya a Roma gettóját mutatja be. A telepet a várostól elválasztó fal történetének immár 8. éve krónikása. Ez a fajta alaposság persze nem csak a nagybányai riportjára igaz. Hat éve kezdte el például követni fényképezőgépével a Kongóban tevékenykedő magyar szemú, orvos Hardy aki Afrika szívében gyógyítja a szürkehályogos betegeket. Hajdudé András képsorozatai amúgy jellemzően a társadalom peremvidékéről tudósítanak. Nyírségi prostituáltak, kölcsönből élők, lecsúszottak, elkalódottak, valamint az ilyen körülmények között is helytálló, hétköznapi hősök egyaránt láthatók fotóin. Munkáit az elmúlt 15 évben számos rangos magyar és nemzetközi díjjal ismerték el. Ebben az epizódban tehát Hajdu D. Andrással beszélgetek a kongói misszióról, veszélyes és rázos helyzetekről, a fotós fejében lévő képekről, az életről, meg mindenről. Szerusz András, üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívást. Szervusz, én is üdvözlök, és üdvözlöm a hallgatókat van egy apropója is a beszélgetésnek, bár ezek a beszélgetések nem úgy készülnek, hogy feltétlenül legyen apropója, méghozzá az, hogy van egy olyan dolog, hogy magyar sajtófotópályázat, az idén volt szám szerint a 38 és ezen a pályázaton, a, ugye te is indultál, és megnyerted a, Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagy díját az idén, ami hát talán mondhatjuk azt, hogy az egyik legrangosabb fotó díj. Magyarországon. És um, az kiderült számomra inter, korábbi interjúidból, vagy az ennek kapcsán adott interjúidból, hogy nem is egy anyaggal, hanem hárommal pályáztál itt. De javíts ki, ha tévedek. Igazából több el úgy szokott kinézni a történet, hogy maximum 30 anyaggal lehet pályázni. Ebben benne vannak az egyedik képek is, meg benne vannak a sorozatok is. És egyébként én nagyon kevés anyaggal, tehát relatíve nagyon kevés anyaggal pályáztam, szám szerint hattal. Uh, amikor én az uh, origonál voltam, 6-7 évvel ezelőtt még, akkor uh, az teljesen normálisnak számított, hogy ilyen 20 körüli pályázatot adok le, mert hogy az ember, ha napi szinten küldik és dolgozik, akkor a legfontosabb napi eseményeken ott van a, az évben, és uh, igazából olyan fotoriporter kollega is van, akiről tudom, hogy igazából kilódik, hogy a 30 pályázatból beleférjen, mert hogy uh, mert nagyon sok, nagyon produktív. Minden esetre azt el kell hogy mondanom rögtön az elején a hallgatóknak, hogy uh eléggé nehéz követni az, hogy te mikor és mit nyertél, mert majdnem minden évben volt valamiféle elég rangos díj, amit megkaptál. De az idén a, ugye a, a a, nagy díját nyerted el egy sorozatoddal, ami a nagybányai cigánytelepről, nyomortelepről szólt, de emellett én legalábbis kettőt írtam itt ki, amit biztos, hogy beadtál ezek szerint, ez benne volt a hatba. Az egyik a Szofi élete című anyagod, amiben egy cigány kislánynak az életét követed végig a, a születésétől fogva. Tehát erről majd beszélünk szerintem, nagyon izgalmas a, a maga a koncepció is. És a másik itt a nagybányai anyag mellett, egy kongói anyag, egy kongóban játszódó történet, és azért mondom csak ezt, mert egy interjútban említetted, hogy te titkon remélted azt, hogy, hogy ez az anyag fog befutni, hát nem ez futott be, és az, hogy miért remélted erre rá fog kérdezni, de szerintem az lenne a legjobb, hogyha elkezdenénk arról beszélni, hogy mi ez a kongói anyag, mert úgy tudják majd a hallgatók elhelyezni a, a, válaszodat, hogy miért reménykedtél benne, úgyhogy megkérdezem, hogy mi ez a történet, mi ez a kongói történet, ami, amit te már évek óta fotózol. Ugye szemszerint szerint öt éve kerültem bármilyen kapcsolatba is ez a kongói történettel. Ugye az alaptörténet az, hogy van egy magyar szemorvos, aki dr. Hardy hívnak, aki hát most 25. éve, hogy kint dolgozik Kongóban. Ez egy, ez egy misszió részéről, ő felismerte, hogy ott a, a munkára szükség van, és kiköltözött a kongói demokratikus köztársaságba, és hát igazából ott van egy, egy ilyen Budapest hát méretű, azt nehéz mondani, de lélekszámú vagy közel akkor a város buzsimájának hívják, ahol ő, ahol ő lakik, és ahol most már van egy klinikája, egy személyzeti klinikája, amit így szépen lassan a során eh, sikerült felépíteni. Ennek is van egy izgalmas története, majd akkor erről is beszéljünk. Én azt mondanám, hogy először is próbáljuk már elhelyezni Kongót ö, a térképen. Annyira egyébként nem is nehéz, hiszen Afrika közepén van, jó kis csalással, meg attól függ, mit nevezünk a kontinens közepének. Ráadásul két kongó is van, de ezt is érdemes lenne belőni. Ugye ez demokratikus kongó, és régebben hívták belga kongónak, és belga gyarmat volt, és ugye van a kongó közvetlenül szomszédos demokratikus kongóval, én ugye demokratikus részében jártam, ugye ez vicces, ugye nagy idézéletekkel kell kezelni ezt a demokratikus dolgot, mert hogy elég meredek ország. A belga-kongó ugye a demokratikus köztársaság, kongói demokratikus köztársaság, Igen. a másik meg simán köztársaság, azt hiszem, az volt régen francia-kongó, ez pedig a belga -kongó. Az az izgalmas, egyébként Kongóban, hogy ugye nagyon könnyű elhelyezni, mert az egyenlítőn fekszik. Lényeg az, hogy egy hatalmas ország, tehát hogy egyszer láttam, hogy rárakva a demokratikus kongónak a térképét Európára, és ugye azt kell mondjam, hogy nagyjából lefedik. Tehát, hogy egy-két országot kilógott alól, de hogy, de hogy igazán hogy így nyugat-európánál biztos, hogy nagyobb kongó és ez egy ilyen egészen elképesztő méretű ország, elképesztően szegény, valahol ott a legszegényebb országok listája, listavezető, és ugye hatalmas kiterjedések vannak benne, tehát azt kell elképzelni, hogy például a doktor úr, ahol dolgozik a szemészorvos, orvos, ő egy akkora megyében dolgozik, ami kétszer akkor, mint Magyarország alapterülete. Tehát amikor azt mondom, hogy mondjuk ebben a megyében van egy magyar orvos, aki, aki a szemészeti missziót folytat, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk két Magyarországon lenne egy, az egy darab szemorvos, aki minden egyes vagy személyzettel kapcsolatos problémát meg kéne tudnia valahogy oldania, Mindezt úgy, hogy azt kell elképzelni, hogy az egyenlítő fekvő országnál esőerdő, utak, tehát az, hogy, hogy aszfaltos út, az, az, az ilyen elképesztően elenyészett szóval az infrastruktúrának gyakorlatilag a teljes hiányával kell ilyen napi szinten szembesülni az a látogatók. Ez a fővárostól, ugye, ami a hány kilométerre van ez a, ez a város, ahol a, a, a tevékenykedik? Fú, repülővel megyek, hát, és nem tudom, mennyit repülök, másfél órát, sokat, Tehát ez, ez ilyen ezer kilométeres nagy tehát lehet. akkor oda jutni is elég művészet. Nem tudom egyáltalán, hogy Kongóba hogy jut el az ember. Most, hogy a, amikor most már Kongóról beszélünk, akkor a kongói demokratikus közösségeket értjük. Tehát, hogy Kongóba hogy jutsz el egyáltalán? Hát vagy Isztambulban, vagy azt hiszem, hogy Belgiumban kell átszállni a, a csatlakozó járatra. Ez a kettő. Azt volt most egy harmadik is, de azzal nem kísérletezünk, mert ott, ott voltak meredek dolgok. Erre az ember kincs a szába a fővárosba, és akkor onnan igazából, mint tényleg azt kell elképzelni, hogy Európán belül kell eljutnunk mondjuk Budapestől Párizsban, nyilván az ember akkor repül, pláne, hogyha nincsenek utak, mert egy más opció nincsen, és a vasútvonalak, vagy igazából ugye az országot átszelő utak, vasútvonalak nem igazán. Tehát ugye Buzsimányba átmenni, ugye az, az, egy óriási város, de átrepül az ember, és, és tisztességes, rendes repülőjáratok. Mondjuk nyilván hozzátartszik, hogy mindegyik repülőjárat szerintem fekete listás az országon belül, tehát azért, amikor először repültem, volt egy enyhe nyomorgörcsön, mert hogy ugye az van, hogy ezek a repülőjáratok akkor a pecsét, hogy okék, okay meg repülhetnek Afrikán belül. De most ez, ez nagyon messze van azoktól a oktosztenderdektor, amit itt nálunk... De ez azt jelenti, hogy látsz egy repülőt, amire mondjuk átszállsz számból, és azt mondod, hogy ez nem biztos, hogy szerinted föl tud szállni, vagy ott marad a levegőben? Az, az például a buzsimelyi járat, az tök oké. Okay. Az, az egy teljesen, nem tudom, mivel repültem, de hogy valami Boeing vagy Airbus, tehát egy, hogy, hogy abszolút mértékben oké. Okay. De például, amikor az első missziónkra mentünk tavaly úgy hívták, hogy Baszankuszó, átrepültünk, és akkor ott volt ez a tomány légcsavar, két csavaros ilyen klasszik álló, amivel ukrán pilótával. Tehát na azok azok a repülőgépek, amik, amiken az embernek így a kicsit összezorul a gyomra, pláne ugye az egyenlítői fekvés miatt az országnak, ugye rendszeresek, tehát minden a esik az eső, vagy majdnem minden nap esik az eső, viharok vannak, rengeteg a villámlás, ilyenkor elég brutál szél van. Én azért egyszer-kétszer beleestem ebbe a, a, a viharon átrepülünk repülőgéppel típusú dologba. Hát ezek ilyen több évtizedes, 50 éves repülők ezek szerint? Ez régi volt. Ez a ukrán pilótás, ez jó régi volt. Itt most tök sima volt az út, de az, hogy előttem van, ahogy az egyik belga orvos bevesz egy Xanaxot, mert mondta, hogy, hogy amikor legutoljára repült ugyanezzel a járattal ugyanoda, akkor olyan viharon mentek keresztül, hogy gyakorlatilag már ott eltemette magát fönn a, a, a repülőnek nevezett dobozban, és hogy olyan helyes volt, mert bevette a kis gyógyszer, és végig az egész <tosz> És egyébként nem volt semmi, de hogy. Ellentétben veled, de ki végig görcsölt ezek szerint ott az út alatt. E, azért izgalmas, na izgalmas. Ugye azt kell elképzelni, hogy, amit mondtam, a szegénység miatt, meg a, a elképesztő méretű korrupció, meg a, a problémák miatt, igazából soha nem tudja az ember azt, hogy mikor sporolnak ki valamit, amit nem kellett volna kisporolni. Tehát egy gyors átkötés, a doktor mesélt egy remek sztorít nekem arról annó, amikor amikor át kellett volna menni a kocsijával egy kompala, a folyó egyik partjára a másikra, és ő előre kifizette az embereknek, hogy vegyék meg a gázolajat a izében, de soha nem jutott el a gázolaja a komba, és a folyó közepén Feladta a szolgáltat a motor, és akkor ott lehorgonyoztak, és akkor ment valaki úszva a üzemanyagos kannával. Nyilván újra ki kell fizetni az üzemanyagrat, mert hiszen azt már elitták valahol. De hogy azért ezek benne vannak most egy kompon, ez nem annyira para repülőgépen. Azért minimum egy ilyen nagy levegős szerintem a történet, mert hogy ott kisporolták a kerozint, az ciki. Négy légcsavar helyett csak három. Igen. Tehát a lényeg az, hogy, hogy óriási távolságok vannak. Én nekem meg volt a fejemben, hogy ez egy tényleg nagy ország, de nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy. 2,3 millió négyzetkilométer. Ez 25 szer akkor, mint Magyarország. 25-ször akkor, mint Magyarország. 100 millió lakossal, csak hogy itt csak a számokkal. Tehát a lényeg az, hogy sok esetben repülővel lehet eljutni, utak nincsenek, vasutak nincsenek, infrastruktúra meglehetősen hiányos. Ilyen körülmények között miről szól ez a személyzeti misszió, és ki ez a, ez a Hardy Richard? Yeah, ja, Richard nyilván elvégezte az orvosi kart, és tatabányán volt, töltötte az első gyakorlat éveit, és akkor onnan ment ki Kongóba. Ő egyébként a egy jelentős részét szüleivel Afrikában töltötte, és mondta is nekem, hogy, hogy volt benne egy ilyen vágyódás a kontinens vissza, és amikor így, így kapta a így katolikus közösségnek a tagja, és hogy felkínálták neki hogy ezt a lehetőséget, hogy egyébként orvos, egyébként szemorvos óriási szükség lenne a szaktudására a Kongóba, akkor így kapva kapott az alkalmat, és kiment. És hogy én kérdeztem tőle, nem, nem negyed évszázadra tervezte ezt azért, de hogy, de hogy ott maradt. És hát, gondolod, hogy pár hónap, és aztán 25 évre. Szerintem lett, nem pár hónapra gondol, de mondjuk az ember hogy mire gondol két-három évre, vagy maximum három-öt évre, de hogy azért nem, nem egy, egy, életre. És most azért most már 60 fölött van, 25 éve kint él, és ebből a kint élés ez tényleg azt jelenti, hogy szerintem ugye az év 12 hónapjából, még 11 hónapot effektíve és ugye mondtam, Buzsimája, ez egy, ez egy Budapest méretű város, de még azt kell tudni, amikor én kim voltam, nem tudom, tavaly, mikor érhettem oda, április környékén, akkor mondták, hogy abban az évben, tehát az első négy hónapban, mondjuk hat napon keresztül volt elektromos áram. Tehát, hogy, hogy az infrastruktúra hiány az valóban azt jelenti sokszor, hogy hogy áram akkor van, hogyha generátorod van. Abba kell üzemanyag, ha van üzemanyag. A utak ott a városon belül vannak, de hogy... Abban a pillanatban, hogy mondjuk kilépünk a városból, mert pedig a doktor úr jár ilyen missziókra, tehát ilyen csillagtúra szerűen megy ki olyan településekre, ahonnan már nem jönnének be a leendő paciensei. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk Magyarországon régebben, meg talán most is vannak ilyen mondjuk mit tőm, fogorvos vagy személyzet busz, és az ellátogat a faluban, hogy ott is egy ilyen mozgó orvosként tevékenykedik. Abszolút, igen, mert ugye azt, azt, kell elképzelni, hogy amikor ilyen távolságok vannak, tehát mikor ott az a megye, amit mondtam, dupla Magyarország méretű. És azt mondjuk, hogy mondjuk 300 km-re lakik valaki, akinek valamilyen problémája van. Ja, és ugye ezek az emberek nagy része nagyon messze van a, a tehetős kategóriától. Tehát mondjuk van egy bicikliük. És ugye akinek szemészeti problémái vannak, hogy beteg elég komoly résznek, hogy szürke van, az, az, ott kezdődik, hogy botorkál, nem igazán lát. A legtöbbüknek ugye ez előre adott állapotban van, tehát totál vakok mondjuk. Tehát úgy kell elképzelnünk, hogy ezeknek az embereknek ott Kongóban a szemészeti ellátása nem volt korábban megoldott. Egyáltalán is ráadásul a, én nem is nem biztos, hogy van egyébként például szakképzett szemész a doktoron kívül más ezen a területen. Tehát itt tényleg két Magyarország, adott egy szemészeti központ, amit most már, ugye ott már több orvos is dolgozik a doktor úr felügyelete mellett, és hogy egyébként ezen kívül úgy nagyjából ilyen sarlatánok vannak, akik mindenféle... Most, most a varázsló mondjuk most, és most egy igazában, rasszista megnyilvánulás, de, de, mégis. de nem, nem túlzom, mert tényleg az van, hogy, hogy simán ilyen varázslói, nem tudom, ilyen abrakadabrakával csinálnak dolgokat, és ha szerencséje van az életének, akkor igazából nem gyógyítja a, a, mert ugye láttunk itt is ilyeneket hát a legutóbbi kintlétemkor, hogy valaki eljutott a helyi orvoshoz, és akkor mondta is a Hardi doktor, hogy bár ne jutott volna, mert akkor még tudtunk volna valamit csinálni a szemével. Tehát tényleg, mondom, igazából szakképzettség nélküli emberek próbálkoznak ott valamiféle, én félig meddig ráolvasásos módon. És ugye az van, hogy mondtam, 300 km tételezzük, hogy annyira van valaki, akinek el kéne jutni, egyszerűen nem indul neki, mert, mert bicikli vázán tolják őket, vagy egymásba kapaszkodva, nem tudom, a lányával, a fiával, a unokájával nekiindult. Ez, ez azt jelenti, hogy mondjuk mivel akkora katalosság, hogy több száz kilométert biciklivel elmennek valahova, hogy orvoshoz jussanak, hogy a orvos lássa a... a... Figyelj, a öt éve ezelőtt, amikor kim voltam, akkor egy szuper jó kis Land Cruiserrel a nagy kedvenc terepjárommal nekiindultunk a Kola nevű kisvárosba, ami 3-400 km lehetett a, ettől a központtól, a doktor dolgozik, és hát nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk háromszor, 13 14 órán keresztül egy szuper jó autóval mentünk, hogy ezt a 3-400 km-t megtudtunk, napi átlagban mondjuk mentünk 100 km -t. És visszafele ez mondjuk azért nem 3 nap volt, hanem 5 nap volt, mi nem tudtunk átmenni a, a, a kompala, a folyó, mert éppen nem működött a komp, és akkor két napot vártunk. Tehát a legszuperebb eszközzel tudtunk mondjuk három vagy öt nap alatt eljutni ából B-be. Tehát most itt semmi el, elmész az orvos, Pesten típusú dolgot képzelje, öt nap. Ha van, szuper kocsid. De ugye senkinek nincsen szuper kocsia, még a rendőröknek sem, meg a, tehát senkinek. Tehát ott nekünk, nekünk, volt ilyen kocsink, mert hogy el kellett jutni A-ból B-be, és vinni kellett a három nem tudom hány száz kilónyi orvosi eszközt, meg gyógyszert, meg, meg, meg be kellett férni öt embernek a kocsiba. Tehát a, a központnak van egy ilyen autója, és nagyjából a, ezeken a területeken senki másnak. Tehát ha, ha látunk ilyen autót, akkor az már önmagában valószínűleg egyébként rá van írva az oldalra egy UNICEF, vagy valami, tehát hogy az is valamiféle segélyszervezetnek az autó, tehát a helyeknek nincs. A legtöbb embernek egyébként még biciklésen nagyon van, a, de bicikli az például egy egy, 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 széles körben használt közlekedési eszköz, de hát most érted, 3-400 kilométernek megindulni bringen bringával, itt emberek heteken, hónapokon keresztül mentek azért, mert nem tudom, évek óta teljesen vakok voltak a kataraktától, a szürkályoktól, és hogy olyan is volt ez az egyik kedvenc történet, ezt sokszor elmesélte, el, hallottam másoknak is, amíg ott voltam, hogy, hogy, volt egy bácsi, aki, aki elment, nem tudom, utazott három hetet, megérkezett, és akkor mondták neki a városban, hogy lekéstem a missziót, mint amit én tegnap előtt elmentek. És akkor a bácsi mondta, hogy nem baj, akkor megvárja őket, de mondták, hogy jövő ilyenkor jön a misszió vissza, 12 hónap és mondta, hogy ő aztán vissza nem megy most három-négy héten keresztül ugyanállítva, és megvárta, tehát ott konkrétan kapott valami kis izé, kunyhót, kapott valami kaját, a, ilyen kicsit ilyen megsegítésből, és megvárta, és azt mondta egyébként a, do a hard doktor, és ezen jó jó jót derültem, hogy hát Istennek egyrészt, hogy visszamentek, mert ezek szoktak változni a destinációk. Kettő, hogy hál' Istennek tudott rajta segíteni, mert elég sok olyan történetet láttam én magam is, amikor itt több száz embert vizsgálnak és műtenek utána hogy vannak abszolút műthetetlen esetek, vagy olyan ég, ami mondjuk már nem tudom, főleg gyerekek nem, nagyon hamar kifejlődik, és nem, egyszerűen nem tanul meg látni az agy, hogy nem menthető. Tehát valami lehet, hogy lesz, valami fényérzékelés, vagy... Ez a szürkehályog egyébként az, ami az ölt zöldhályoggal szemben gyógyítható Igen. Valamelyest. Ugye van egy, egy, réteg, egy ilyen és kékes réteg a, 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 szemeden, amit egyszerűen nem látsz ki. És hogy ez, ha nagyon elterjed rajta, akkor, akkor teljesen meg is tud vakítani, és ugye az van, hogy épp 15 perc alatt effektívan műtét, a 15 perc, tehát van egy altatási, vagy érzéstelenítési rész, gyerekeknél altatnak, de ugye ez kb. tényleg egy, egy komplet műtét, azzal, hogy vakit, befekszik, meg beöltöztetik, meg kap egy inekciót, aztán beviszik, azt szerintem egy ilyen 40 perc, másnap visszajön, vagy harmadik, nem is emlékszem, talán másnap szoktak visszajönni egy kontrollra, megnézik, és a este 98%-ában, ha nem fertőződik el valami, vagy nincs komplikáció, ott, ennyi volt. Tehát, hogy a évek vaksága után 40 perc, és... Tehát ez tipikusan az a betegség, aminek nem kéne megnyomorítan életeket, mert, mert viszonylag gyorsan, könnyen gyógyítható. Nekem ott volt ilyen örökre megmaradó élményem tényleg, hogy amikor a gyerekek bejön a kislány, kataraktás mind a két szemes, amit nem lát a világon, és akkor, akkor másnap meg ott leszik a piacon, és ott követtem a fényképezőgépemmel, és teljesen hihetetlen, hogy elmondják, hogy előtte három évet nagyjából egy ilyen élőhalottként egy kunyhó belsőben, hát ugye lerakják, hát nem foglalkoznak igazából, nem jár suliba, nem történik semmi vele, és akkor tényleg megműtik a két szemét, Két nap a később meg. Hát, ez egy csoda számba menő. Abszolút. Történet. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen katartikus élmény. Valószínűleg egy kicsit így, így, így be is kattant ez nekem az a része, hogy így, ilyen pozitív droga a történet, hogy az ember így látja, hogy itt én nagyon szépen nyomon követhető az, hogy valaki csinál valamit, és akkor én megkapja ezt a jó kis visszaigazdást az egészből, hogy, hogy értelme van annak, amit csinál. Tehát, egy dolgot tényleg így muszáj így még hozzátenem, ami bennem maradt, hogy ez kb. 5 évvel ezelőtt volt, hogy, hogy én elfáradtam azért három hétig, vagy négy hétig toltam ezt a napi 12 órában fotózást, és hogy egy kicsit csaltam volna, tehát hogy mert tudtam, hogy nagyjából megvék az anyagommal, és mert, akkor nincs kedve felkelni feltétlenül hatkor, meg nincs kedves feltétlenül ott maradni tíz órán keresztül a kórházban, ahol a műtétek zajlanak, és hogy, és hogy egy kicsit tényleg csaltam volna, hogy, hogy nem kell ezt ennyire komolyan venni, mert hogy tényleg hullafárasztó az egész. És akkor így a, de nem, de hát erre reagált a doktor úr, de hogy, de hogy én szépen reagált rá, hogy mondta, hogy de hát menni kell, hát csinálni kell, hát az emberek várnak ránk, és hogy, és hogy ha, ha később menjünk, akkor egy vagy két szemmel kevesebbet tudunk műteni, és hogy, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hát ezek az emberek azért vannak itt, mert a segítségünkre van szükségünk, és mennünk kell. És akkor nekem itt esetleg tényleg öt évvel azért lettem egy kicsit ilyen függőt a, a történettől, hogy, az én munkámban egy picit lehet ilyenkor azt mondani, hogy meg vagyok. Tehát amiről akartam tudósítani, ezt megcsináltam, de hogy ott tényleg az van, hogy ha most egy órával tovább dumcsizunk itt a reggeli mellett, akkor mondjuk két ember úgy kellene elmenni, amikor a misszió levonul, hogy akkor megint akár évek, vagy akár soha többet nem látnak, és hogy és ezt, ez nem teheti meg. És ez egy elképesztően erős dolog volt. Ugye az anyagodnak is az a címe, hogy Katarakta, ez a, ugye a görög elnevezése, ha jól rémlik a, a szürkehályognak. Ezek szerint ezt öt éve fotózod -e ott kint Kongóban? Azért fura ez így, mert ugye a doktor úr öt éve kim van, én meg, én meg kimentem. Ő, 25 éve van kim, nem? Hát igen, de úgy értem azt, az öt évet, hogy, hogy a más, ő 25 éve kim van, de hogy ebben az öt évben ő valóban kim volt, én meg kimentem kétszer, nem tudom, egyszer más hónapra, egyszer meg két hónapra. Tehát az öt éve fotózás az olyan szempontból költői túlzás, hogy, hogy, ott töltött időm az mondjuk kicsit kevesebb, mint négy hónap, mondjuk az is szerintem abból a szempontból, hogy mennyi időt szoktak a kapni átlag helyzetben a fotósok ahhoz képest kimagaslóan sok, de hogy, de hogy olyan értem öt éve fotózom, igen, hogy 2014-ben voltam kint először, és most 2019-ben voltam másodjára. Akkor az körülbelül elég jól látod, hogy mi változott ott ez alatt az idő alatt. Kicsit, hát még érdekes dolog, tehát áram az ugyanúgy vagy van, vagy nincs, leginkább nincs. De például az, egészen meglepő volt, hogy amíg először kint voltam 14-ben, akkor én elbúcsúztam a feleségemtől, amiért bementünk az esőerdős régióba, hogy akkor most három hét múlva majd, vagy négy hét múlva majd valamikor telefonálok, hogy... Bocs drágám, de nem lesz térerő a dzsungelben? Igen. De tényleg ez volt, hogy most bemegyünk, és akkor, hogyha négy hét múlva nem jelentkezek, akkor, akkor gyanakodhatom, mert azt állítják, hogy három hétig leszünk bent, tehát egy hetet rászámolunk. úgy hogy olyan távoli falvakba mentetek el ezzel a misszióval, ahol aztán tényleg nem volt már semmi? Semmi. És egy macsetével ott vágtatok az utat? Egyébként nagyon szépen és vizuálisan látod magad előtt a dolgot, hogy amikor ott kidőlt előttünk egy fa, akkor az volt a kérdés, hogy ezt macsetével még a tehát el tudják-e vágni úgy, hogy a, a kocsi csörlője el tudja vontatni, vagy addig ássuk az utat a fa alatt, amíg a kocsi átfér alatta. Tehát hogy ez a típusú infrastruktúrát kell elképzelni, mert hogy ez van. Ugye ott nekünk az első misszión le is a, egy ilyen átmenő híd a, a kocsi alatt. Tehát, hogy, hogy effektíve megpróbáltunk átmenni egy, egy hídon, ami beszakadt a kocsi alatt, és akkor ott kellett kimenteni a. a Beleestetek a vízbe, vagy ez nem? Mit? ott csüngött róla, van nagyon szép képen a, a, erről. A kocsi azt csüng a híd fölött, mert az, az megroppant, oldalára billent a kocsi, és felakadt a, az ablak keretén a, a, egy, ilyen, egy ilyen bambuszrúd megtartotta, csak csüngött a, a kocsi. Ez volt. Ezeket a képeket a feleségednek megmutatod utána? Ez még videón is megvan, mert hogy az van, hogy én annyira, tehát hogy mondjam, én nem fejletlenül vagyok teljesen irreális személyiség, és megnéztem a videót, és akkor mondtam, hogy ez tök jó meg minden, én kiveszem a mert a fotós táskámat, meg magamat a kocsiból, aztán én inkább felveszem videóra azt, hogy ez az átkérés hogy történik, és egyébként a videó megvan, kicsit a hangot szerkeszteni kellett, mert hogy amiket mondtam alatta, az, azt nem lehetett a felvétel alatt hagyni, mert teljes embeteg helyzet az, amikor az ember a semmi közepén így elveszíti az autóját. De akkor ezek szerint tovább tudtatok menni végül. Ki, ki tudták szedni. De ezek, ezek mindig ilyen mázli kategóriák, mert volt egy ilyen egy csörlős autó közelben. Egyébként a hidat mentek, megjavítani, csak ezt ugye nem tudtuk időben ami egyébként leszakadt alattunk, jól gondolták, hogy az rossz állapotban van. Kevésbé volt kitáblázva. Kevésbé volt kitáblázva. Ezek ilyen meg megrecskírozós dolgok. De hát például, amikor ezekben a istenháta mögött is kis falvakban voltunk, ott például olyan csónakokkal vittek el minket A-ból B-be, ilyen folyómenti. Tehát úgy képzeld el, amikor beülsz -e egy ilyen egészen szűzlás, az ég az kék és sötétkék, a, a, föld az ilyen nagyon vörös színű, a dzsungel az meg nagyon zöld, tehát elképesztően intenzív színek vannak, ez társul egy e, iszonyatosan meleg és párás levegő, tehát egy igazi dzsungel feeling, és akkor beültetnek egy olyan csónakba, ami egy fának az ágából van ki farag, vagy akkor a belsejét itt szépen kiválják, és, és akkor ezzel utazunk, nem tudom, egy 10 km lefele a folyón, ott kiszállunk, ott, ott visznek bennünket, hogy hol van ez a, tehát té tényleg olyan, mintha egy 100-150 évvel ezelőtti civilizációt látogatnál meg, és a házak is ezek a náttető, sárral tapasztott, és, és a világon semmi. Tehát hogy az, hogy csap, vagy vi, vagy, tehát a, a, a be, beszivár, ugye volt erről szó az elén, hogy mi az, ami változott, egy bebeszivárognak dolgok, tehát például a térerő már volt a telefonomon. Tehát amit vittem telefont, és vettem bele a helyi kártyát, az működött. Ez öt évvel ezelőtt abszolút nem ment. Tehát ott, 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 bementem, szervusz, drágám, akkor négy hét múlva talán visszaérünk Buzsimájba, és lesz térerő. Ez most olyan szintig működött, hogy például Internetem az egészen a Benti részek kivételével volt. Tehát ott bent nem, tehát ott nem tudtam letölteni leveleimet, vagy nem tudtam üzenni, de telefon akkor is működött. Tehát effektíve telefonhívást, hogyha gáz lett volna tudtunk volna bonyolítani. És néha egyébként volt internet, és tehát voltam, amikor egy reggel lejött két e-mailem, vagy öt e-mailem, de ez így benne volt. Tehát ott a dzsungel közepén. Igen. Tehát ez, ez elkezdett működni, de egyébként valóban olyan. Kongó mai napig bent. A, ugye van a Joseph ez a híres könyve a Sötétség Az is ugye a Kongó folyó fölfelé ment a igen. közösség. Tehát, hogy ez, ez gyakorlatilag a, a tényleg a semmi. Ezért is volt egy kicsit a mind utam vége fel egy enyhány, ilyen érzésem, hogy amikor így ráeszmélsz arra, hogy igazából annyira messze vagy a civilizációtól, hogy ha bármi történik, akkor te neked napokba kerül, mire onnan te kijutsz. Tehát nem tudsz hamarabb kijönni, mert a kocsi, tehát te nem bicik. és ezért van egy -e nagyon furcsa érzés az embernek, hogy ugye a betegek ugye akár heteket is utaznak azért, hogy eljussanak az orvosi ellátáshoz, de te európaiként, meg amikor előzállod azt, hogy hogy megcsíp egy mérges pók, vagy egy nem tudom micsoda, és egyébként a te szuper infrastruktúra, tehát a kocsiddal három napotba telik, mire eljutsz oda, ahol még mindig nem biztos, hogy lesz bármilyen szérumuk, vagy be, mert hogy nincsenek felkészülve a legalapvetőbb dolgokra se ezek az intézmények, tehát amikor így, 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 így rájössz arra, hogy így, jár, tényleg a semmi közepén, a sötétség mélyén vagy, ott a, valahol ugye elfeledve, meg se tudod mondani, hogy milyen úton vagy, mert nincs neve az útnak. Vagy. Tehát a Google ezt nem jegyzi, tehát ott vagy valahol a balra valami nagy árok tervei. Nem járt még arra a kis kamerás autó. Hát öt évvel ezelőtt volt -e olyan hely, ahol, ahol úgy csöppentünk, vagy szerintem a, a kis csak nem láttak még fehér embert. Most így eszembe jutott a, ugye én kongóban nem jártam, csak olvastam a Sötétség mélyént, hogy emlékeim szerint abban volt egy elég elem az, hogy, hogy nem lehet érteni semmit, hogy mi történik. Hogy a civilizáció nem hatolt be oda, és utaznak, utaznak a hajóval, és igazából egy teljesen értelmezhetetlen világban próbálnak, és ugye a fény bevilágítani, mint egy, de aztán nem is sikerül. És ugye csak azoknak hallgatóknak mondom, akik nem tudják bekötni, hogy később Vietnámba áthelyezve ebből készült az apokalipszis most. most. Igen. Című, hogy, hogy, ez az érzés, ez megvan az utazónak? Szerintem onnak? teljesen. Szerintem teljesen, sőt, éreztem egy ilyen vágyat is, hogy végkére mennek Kongó fotósként, csak valószínűleg ez bevállalósabbnak kéne lenni, mert tehát Emlékszem, amikor öt évvel ezelőtt kint voltam, azért elég erőteljesen működött bennem a fotoriporteri ösztön, és amikor kiderült egy ürgéről, hogy az a munkája, hogy a helyi kórháznak a spanyol nővéreinek a megbízására leprásokat kell felhajtania, de ez a munka egy megtalálja az erdőben élő leprásokat, és akkor egy fényképet készítsen róluk, és egy rövid leírást, hogy hol lehet őket megtalálni, tehát hogy próbáltak egy ilyen lepra szűrő programot ott nyelbe ütni, akkor így bennem volt, hogy most úgyis itt vagyunk még három hétig, vagy nem tudom meddig itt a eserdőmén. úgy tudok sehova sem menni, akkor én elmennék, elkísérnem ezt az embert egy, egyen ilyen útjára, egy pár napig, amíg ott bejárja az eserdőmét, és akkor igazából hogy az ember így végig gondolja azt, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, akkor így elég hamar letettem a tervemről, mert egyébként bennem volt itt egy fantasztikus fotográfiai vagy egyéb sztori, így ezt megmutatni. Egyébként nem is tudtam, hogy, hogy vannak még ott az esérdő sok másrészt az, hogy valakinek ez a munka egy ilyen kis ócska digitális géppel ezt végfotózza. Tehát azt gondoltam, hogy majd én a fotósnak a fotósa leszek. És akkor én egyszerű kérdések jöttek föl, hogy oké, okay, és mit fog inni? Mert ugye meleg van, 3-4 liter víz naponta, 5-6 napra, 20-30 liter víz. Ki fogja vinni ezt a 20-30 kiló pluszt? Meg egyébként van egy fotós táskám, egyébként itt fogok kajálni. Hol fog aludni? Ugye kéne akkor moszkitóhálótól kezdve egyébként miért gondolom, hogy nem esz meg egy pitona, nem tudom, vagy borulunk be a izébe, a, a, és akkor kiderül az, hogy igazából ezt úgy lehetne csinálni, hogyha egy konkrétan így szerveznék magamnak egy ilyen Expedíció. expedíciót, mert hogy ez nem úgy működik, hogy te el mész négy-öt napra a helyi lepravadásszal, mert nem is tudom, a doktor hogy tud ennyire laza lenni ebbe az egészben. Bele lehet lazulni, de mondom, a végén nekem egy ilyen echte klaustrofóbiás érzésem volt, ha bele zárva egy szekrénybe, hogy nem nagyon van ott mozgás lehetőség. Ott vagyunk, és ez van, és hogy ez, ez, vesz körül, és hogy most ne törjük el a lábunkat, meg most ne csináljunk hülyeséget, mert hogy mert hogy itt, itt nem úgy van, mint nem tudom, Európában, hogy kiabálsz, és Ilyen. Nem pont kiszámítható Igen. A világ. De Kongo egyébként sem egyszerű ország, mert ahogy olvastam, például pár éve, ugye nem csak ez a Covid járvány említetted, hogy az most beütött ott is, de hogy az Ebolának az egyik gócpontja volt. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy friss hírekben lehet látni, hogy most ismét több százezer ember menekül az ország keleti részéből, mert hát polgárháborús helyzetek vannak, tehát egy elég összetett viszonyrendszer ország, hogy ez mennyire érintette a ti munkátokat? Az én meg gyakorlatilag mennyire. Öt éve, amikor kiérkeztem, akkor még ijesztő volt látni, ki vannak az ebola elkülönítő sátrakott a reptéren, mert hogy akkor csengett le éppen. Ugye még egy kérdés is volt, hogy ki tudok-e menni. Azt néztük, hogy ugye a ebolával mi a helyzet. A polgárháborús rész, az annyiból érdekes, hogy lehet, hogy a doktor úr az elbagatelizálja a dolgokat, mert hogy ő, ő volt most gomában. Úgy számolt be róla, hogy fantasztikus hely, és kicsit sajnálja, nem oda tette le. a keleti részen van? Igen, a, igen, a, 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 a abszolút. Ahol a, a a a most az offenzíva zajlik a kormányzat részéről. Igen, hát ott van minden, a, gyakorlatilag az ebola is abban a régióban terjed. Ugye nyilván az van, hogy ahol ilyen polgárháború jellegű helyzet alakul ki, ott nehezebb a járványt megfékezni, ott, ott elrabolják. Ott van egyébként egy magyar lány is kint, akivel beszéltem, amikor kint voltam Kongóban. Pont kérdeztem, hogy milyen a helyzet ott, és mondta, hogy hát az ebolától nem félnek, viszont pont most rabolták a két kollégájukat, gerillák, de aztán visszaadták őket, de egyébként ilyen szempontból az nekem úgy neccesnek tűnik, de hogy a doktor úrnak mindig ilyen hihetetlen nyugalma van ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és ő nem tűnt nagyon izgatottnak a, a helyzettel kapcsolatosan, mert azt gondolom, hogy ha valaki 25 éve ki van Kongóban, akkor sok minden nem, nem, lepődik meg. Ugye róla tudni kell azt, hogy ő akkor is kimaradt a Kongóban, amikor ott ugye volt két kongói háború, és hogy ott nagyon sok ember meghalt. Tehát a másik világháború után azt hiszem ez volt a másik legvéresebb esemény a történelem során. A... Ilyen, úgy hívják, hogy második kongói világháborúnak ér, rengetegen haltak meg ott a... Ja, hogy ez az, amikor a környező országok Igen. mindegyikének volt valami ö, érdeke ott, mert ugye ez egy ásványkincsekben gazdag Igen. ország, és mindenki Ruandától Angoláig beavatkozott, próbáltott érdekeket érvényesíteni. Ez egy elképesztő időszak volt, és ott, ott, ott például nekem most mesélte a doktor úr, a, a, ott van egy, egy hely, ahol a közösségüknek a központja van kabinda, és hogy kivitt a, a domboldalba, és mutogatta, hogy, hogy hol voltak a lövegek, honnan lőttek, és hogy, hogy ő ott, amikor dolgozott, akkor a személyzetet ott félre rakta, és akkor lőcsebeket meg nem tudom miket kellett ott ellátnia, mert hogy akkor a általános orvosi minőségében lépett előre, és mondta azt is, ez is egy izgalmas dolog volt, hogy, hogy a helyek azt figyelték, hogy ők meddig tartanak ki, mert ugye ez egy ilyen pozitív fény volt, hogy ugye ha itt maradnak az európaiak, akkor az azt jelenti, hogy akkora gáz még nem lehet, mert hogyha akkora gáz lenne, akkor elhúznának ők is. És mondta, hogy igazából megálltott a front, megmerevedett, és ott nagyon sokáig, tehát hónapokon keresztül, hogy egy év is volt a amíg ott elvonult a csetepati ez itt más csak itt eszembe jutott, hogy a, egyébként annak van valami, találkoztál valami lenyomatával az országnak, azzal az iszonyatos múltal, hogy a belgákot mit műveltek a Leopold király alatt, ugye majdnem 10 millió embert öltek meg, egyes becslések szerint a gumiültetvényeken, ahol kiszipolyozták a 19. század végén ezt a területet. Egyetlen dologgal találkoztam, amíg ott voltam, ami ennek a lenyomata volt, az az, az volt, hogy egy napra elmentem a gyeemén bányászatot fotózni, és akkor ott kivittek a pusztába, ahol ilyen 30 méteres gödröket ástak a a gyémánt a földbe, ott lemásztak, ott nem volt kitámasztva sem a járat, aztán vagy beszakadt, vagy nem. Egészen elképesztő volt. És amikor utána tovább követtem a gyémánt útját, tehát a csiszolatlan köveket kiszedtek, és elvitték a, a buzsimai ilyen kereskedőkhöz, és amikor oda bementem, akkor ugye ott, ott, ott léptünk egyet a nagyon csóró melósoktól az átvevőig, ami már egy abszolút gazdagságot jelentett, és a papír, amin válogatták a gyémántot, egy nagy letéphető naptár volt, talán száz lappal, és egy brüsszeli kereskedők címei voltak fölírva, le, és akkor az volt igazából a kapocsa a, között, hogy ugye itt a gyémánt az, nem tudom, nekem is próbáltak eladni ilyen félmaroknyi kis kavicsokat, most vagy gyémánt volt, vagy nem. De hobbit. nem éltél le, a lehetőséggel. Hát nem akartam kongói börtönbe menni. Nem tudom, hogy mennyire lehet kihozni az országból például <laughs> stikában gyémántot. Én nem próbálkoznék, a rosszakat hallottam a helyi börtönökről. És, és hogy el akartak, ad, nem tudom, 20-30-40 dollárért kisebb marék kavicsot, ami aztán egy megy Brüsszelbe, és akkor a, talán százszoros erre változik az áram, hogy kicsit si szolgatnak rajta. Kicsit si szolgatnak rajta. De ennyit egyébként, tehát én semmiféle, semmiféle nyomatát nem találtam ezen kívül. De jól érzékelem, akkor ezeknek a háborúknak is az az oka, ez az iszonyatos gazdagság, ami a földben van ott. Hát, Ilyen goma is erről szólott a keleti rész, hogy hogy dugi vannak olyan ásványokkal, amire szükség van, és hogy ezek a háborús, ezek a csoportok azért nem adják föl ezt a harcot, mert elképesztő pénzeket lehet ebből kivenni mondom, mondom, ez a gyémánt biznisz is ilyen volt, ezt a szágádó is ugye fotózta arra, gyémánt, tényleg ezek a, amik a, ilyen telefonok, meg nem tudom, miknek az De. alap, alap tehát olyan ásványok is, ami a elektronikai iparnak fontos például. És ez ott termelik ki ezen a környéken, goma környeken, és elképesztően jól lehet profitálni, meg visszacsorgatni pénzt. De, hogy úgy visszatérnék ahhoz a kérdéshez, hogy akkor magában a misszióban azt is láttad, hogy mi változott öt év alatt. Hát ott ugye az változott meg, ami elképesztő volt, amikor öt évvel ezelőtt kim voltam, akkor ugye egy bérelt épületben dolgozott a doktor úr, volt egy, egy ház, egy jó nagy ház, amiben a klinika működött, szemészeti klinika működött, és ő vett akkor egy telket a, amikor voltam, egyébként ki is vitt a telekre, megmutatta, volt egy nagy telek, tök üres volt, néhány karó le volt verve. Ez ebben a városban van, ami 500 kilométerre van a fővárostól? Ez a Buzsimájban, a Buzsimájban. igen, a, Buzsimájban. a Budapest méretű városban. És akkor ott nézregettem, hogy jó, volt itt vannak karók, meg madzagok, és akkor mutogatta, hogy itt ilyen blokk fog felépülni, ott olyan blokk fog felépülni. És akkor kérdezte, hogy mennyibe kerül, mert így elképzelésem sem volt, és akkor mondott egy számot, most nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk azt mondta, hogy hát olyan 4 és 600 millió forint környékkel lehet a dolog. És akkor így, így, így tudod, hogy állsz, hogy de hát Hát azt mondta, hogy neked el egy forintot sincs. És mondta, hogy hát tényleg nincs egy forintom sem. de most ezt a telket megvettük, és akkor majd valahogy majd csak lesz, mert hogy majd ő próbál majd lobbizni, meg majd megy Belgiumba, és meg hát elkészik neki, hogy ez megvalósítható. És akkor, hogy tényleg úgy, úgy, voltam ott, hogy hát, mm -hmm. <laughs> hát ez amikor azt mondjuk, hogy merjünk, merjünk nagyot támadni tudod, hát mondom, jó, hát akkor biztos, és hogy így, így nehéz elhinni, hogy ez amikor semmire az ember így, ez a abszolút a póker arc hozzá, hogy az ember így nagyjából akkor egy mint hogyha tényleg egy Royal Flush lenne a kezében, hogy hát semmi nincs, de tényleg semmi nincs, és te Royal flush kezdesz elicitálni. És az történt, hogy amikor én most visszamentem, akkor utána derült ki, amikor már megvolt az, hogy mikor érkezem, és hogy ő speciál egyébként, mert felépítette a, a, kórháznak a, hát kicsit kevesebb, mint a felét, de hogy ennek a, az, öt év alatt. az öt év alatt. Tök jó színvonal, ilyen európai színvonalú, ilyen műtőblokk, meg, meg az egész épület, tehát, nem csak hogy funkciójában oké, okay, hanem, hanem küllemében is, kinézetében is elhelyezkedik, tehát minden szempontból teljesen, teljesen működőképes. És ugye én már úgy mentem, hogy egyébként pont megnyerte a Magyar Államtól egy millió dollár meg, megfelelő pénzt arra, hogy befejezze ezt a komplexumot. Tehát igazándiból most is, hogy itt ülünk és beszélgetünk, nem tudom, most éppen a covid ot eh, mit művel Kongóban, mert ott is sajnos elindult, de hogy most is, ha, ha minden igaz, akkor éppen eh, nem tudom, a, alapoznak, vagy éppen falat építenek, és az a terv, hogy valamikor jövő év második felében szerintem el is fog készülni a komplett eh, beruházás. Tudod, ha most itt leegyszerűsítjük, akkor ez, ennek az egésznek van egy története, hogy 25 évvel ezelőtt kiment egy, egy ember, és a semmiből 25 év alatt létrehozott egy európai szintű szemészeti klinikát, Hát, ha nem a dzsungel közepén, mert ez a város. Igen. Nem ott van, de, a, de azért mondhatjuk, hogy egy európai szemmel nézve a semmi közepén. Abszolút, egyébként igen. És ez egy egészen fantasztikus történet, mert mert egy teljesen irreálisnak tűnt abban a közegben, ahol ahol mondom, ahol a kocsid alatt leszakad a híd, és ahol uh, virágzik a korrupció, tehát hogy velem ilyen egészen extrém bénaságok is megtörténtek, és hogy jön a rendőrnő gépfegyverrel egy AK-47-essel a kezében, és kér tőled egy dollárt kölcsön. Kölcsön? Hát kávéra, mindig azt mondják, hogy kávéra kell, kávéra kell, és akkor így nézett, hogy hogy most akkor én és akkor mondtam, hogy igazából ugye ez volt a megegyezés, hogy nem, én nem katonáknak így, vagy rendőröknek nem adok semmit. Tehát arra emlékszem, hogy ide jött ez a hölgy hozzám, kért, és akkor úgy voltam, hogy én azt mondtam szépen szerint, hogy nem, és akkor mondtam, hogy nem, és akkor így néztem, hogy na most akkor mi lesz. Mert mégiscsak ott áll egy fegyveres előttem, akinek azt mondom, hogy nem adok pénzt. És akkor így szomorkodott, és elment. És akkor azt is hallottam, nem tudom, aki mondta ott nekem, hogy nincsenek is golyók a fegyverekben, aztán amikor előttem betáraztak egyet, akkor... -e, akkor, hogy néha még akkor is. láttam, hogy igazából lehet, hogy esély volt, tudják. Tehát hogy, hogy ez, amit mondtál egyébként, a, a sötétség mélyével kapcsolatosan, a regényen kapcsolatosan, hogy van egy ilyen egész elképesztő bizonytalanság az egészben, hogy például én voltam 5 évvel ezelőtt, akkor én fotóztam egyet egy hírügynökségnek, kellett egy illusztráció, és itt például az volt, hogy lefotóztam, de egyébként hálásnak meg volt már a kép, mire a rendőrök elkaptak, de kettő percen belül elkaptak azzal, hogy, hogy én mi, mi, miért fotózok, és hogy van -e engedélyem. És egyébként volt engedélyem. Tehát volt egy miniszter által lepecsételt engedélyem, hogy bármit fotózhatok ebben az országban. És akkor az volt a belekötés alapja, hogy nincs, egy ilyen robot rendőrt kellett lefotóznom, ami ilyen forgalmat irányító, ilyen óriási tízméteres robotember volt. És az volt a rendőr, amit mondott, hogy ez nincs ráírva a engedélyemre, hogy a robotrendőrt lefotózhatom. És mondtam, hogy igen, mert a bármi az azt jelenti, hogy bármi. De mondta, hogy jó, 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 de hogy a, nincs ráírva, hogy a robotrendőrt lefotózhatom. És hogy ez úgy oldódott meg a szituáció, hogy az én emberem, aki engem most segített eligazodni egy teljesen káoszos fővárosban, tényleg ott a kukákban égetik, a, mint az ilyen legrosszabb ö, amerikai filmekben, a, tehát elképesztő bádogvárosban. Oda ment a rendőrhöz, mosolygott, vállam vereget, és akkor láttam, hogy a kezébe csúsztatott egy bankót. És akkor, akkor a bármibe már beletartozott. És akkor én onnantól már my friend voltam. My friend. Mondjuk egyébként kelet európában sem teljesen szokatlan történet, amúgy bár mondjuk a Bádogváros közepén álló robotrendőr, az nem fér bele. Be És az van, hogy annyira messze vagy, tehát ott, ott nincs miniszter, ott nincs sem. Tehát ott az van, hogy tök mindegy, hogy milyen papírod van, tök mindegy, hogy ki vagy, mert hogy ott vagy egy, tudom én, 10 milliós városnak, a, egyik bádogvárosának, a, nem azt sem tudtam, hogy hol voltam, nekem ahhoz is segítség kell, hogy hazataláljak, és ezt pontosan tudják, hogy teljesen el vagy vesz, vagy teljesen ki vagy szolgáltatva, és semmi nem történik anélkül. A kerültél egyébként veszélyes helyzetben, akár kincsasszában, akár, akár most említetted a Folyamatosan le akartak húzni. Tehát olyanom volt, hogy például kimentem fotózni kincsasszában, mert jó ötletnek tűnt, és Hát, amit mondtam, hogy ezek, ezeket nem szabad. Tehát ezek ilyen iszonyú nagy ego-bakik, igazából, hogy hogy azt gondolom, hogy, hogy meg tudom csinálni, oldani. Meg tud oldani, a Elég ügyes vagyok, nem. igen. És itt is az volt például, hogy egy piacon fotóztam az árus portékáját, aki hagyta, hogy nem ellenkezett, és odajött két katona hozzám, hogy a katonai laktanya irányába fotózok. És mondtam neki, hogy hát itt vannak a képeim, tessék, el is pörgettem, nézd meg a hal látható a fényképeken, nincs képem azért, de hogy az irány. És akkor mondták, akkor most be kell, hogy menjünk abba a laktanyába. És akkor tudod, itt kézzel kapaszkodsz, hogy be nem mész te laktanyába, mert hogy akkor nagyjából ott onnantól történik meg, aztán tényleg bármi a világon. És itt is úgy ért véget a történet, hogy, hogy, hogy fizetnem kellett. Tehát az egy roható szar helyzet, amikor fegyveresek tehát effektíve, akiknek védeniük kellene téged, vannak abban a pozícióban, hogy zsarolhatnak, és hogy végtelen idejük van. Uh -huh. És nem tudom, hogy még mi az, ami, ami ők még van, de hogy a végtelen idő az biztos. Tehát azt, hogy téged bevigyenek oda, és ott vegzáljanak, és akkor azt mondják, hogy jó, de hát akkor majd kivizsgálják az élet, és akkor három nap múlva, és hogy akkor beraknak egy cellába, és... Hogy mint a báncsi, egy megvárom egy évig. Más, Igen. más időbeosztás más és, 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 nem akarsz bemenni a laktanyába, ezt elérted nekem. Tehát ez, ez, pont az a hely, ahol... És van, van, olyan ezeken a munkáidon, hogy, hogy elszabaduló helyzeteket kell kezelned, vagy, vagy indulatokat, vagy embereket? Ugye azt képzeld el, hogy mondjuk ott voltam ezen a Kis faluban egyébként, város volt egyébként, de olyan volt, mint egy falu lett volna, egy 30 ezeres városka volt. És ott annyi történt, hogy meghalt egy egyetemi tanárok, egyébként a kormányzatnak egy talán minisztere volt, vagy, tehát egy magasangú politikus, és hogy a diákjai, mert hogy tanított is az egyetemen, gyászoltak, jó, berúgtak, vagy nem tudom, mit csináltak, az csinálták, hogy ami eléük került, épület, azt felborították, tehát ezeket ilyen kis vályog dolgoknak képzett, fel lehet borítani őket, meg tönkre lehet tenni, meg szétverték macsetével, megölték a kecskét, a kutyát, tehát hogy... Egy Ez ilyen... egy ilyen gyászreakció volt? A... Nem tudom, mi volt pontosan, de egy ilyen pusztításba kezdtek, és hogy elképesztően érdekesnek tűnt nekem ott fotósként, de azt éreztem, hogy belekerültem egy egy ilyen nagyon speciális, elég barbár tradíció közepébe, és ezt én fotózom. És ugye, amikor ott vagy egy három-négy hete egy, egy ilyen szituban, akkor van egy ilyen hamis biztonságérzeted, ami egyébként megtörtént velem kincsaszában, amiről az előbb meséltem, hogy, hogy amikor azt érzed, hogy te kimehetsz egy ilyen és nehet a mögötti piacra tök egyedül, és semmi nem történik, de itt ugyanezt a hibát elkövettem, mert egyszer csak ugye visszafordultak ezek az emberek, jó sokan voltak, hogy hát te ki a franc vagy, és mit fotózol itt. És ugye erre egy nehéz volt hírt, pénzt akartak, hogy adjak akkor pénzt nekik, és hogy én ott együtt dolgoztam, egy fixernek hívjuk, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy valaki, aki segít neked a helyi viszonyokban eligazodni, és ha kell fordítani, mert itt azért rengeteg nyelvjárás is van, meg egyetlen intézni dolgokat, hogy ha meg akarsz találni valakit, vagy el akarsz jutni valahova, akkor kell egy ember, aki segít egyébként a helyi angoltanára <laughs> dolgoztam, és ő segített nekem abban, hogy ott ne nyúlasszanak meg, mert hogy amikor öttél 30-40-50, nem tudom mennyi voltak, sokkal macsat és ember fordul felét, hogy te ki vagy, mi vagy, mit akarsz. Ez is adj, az, felfokozott. Adjál pénzt, de előtte, amikor kecskeket végeznek ki, nem tudom, macsatével, tehát folyik a vér, borogatják, ott nyilván a falubeliek rimánkodnak nekik, hogy ezt ne csinálják, mert az ő dolgaik. Tehát, hogy ott, ott, nem jó, amikor mindenki figyelmet tesz, csak feléd. Forgul. Most ezt csak a hallgatóknak mondom el, de majd rá is fogunk térni, hogy ezért, hát hogy is mondjam, elég gyakran olyan helyekre mész, ami a kívülálló számára nem tűnik túl biztonságosnak. Ezért is kérdezem, hogy szerinted fotósként meg lehet-e tanulni, felismerni ezeket a helyzeteket, vagy ez mindig szerencse kérdése, hogy most ebbe belekerülsz, jól méred -e fel, nem méred fel jól? Szerintem ennek egy nagyon nagy része tanulható. de igazából le kellene tudni fektetni szabályokat, hogy mi az, amit csinálsz, és mi az, amit nem csinálsz, és ezeket be kell tartani. Tehát ezeket, amiket én csináltam, sokszor annak volt a következménye, hogy csóróság van. És amikor azt mondják neked, tudod, hogy hogy a jó fixer az nem tudom, 200 dollár naponta, vagy ha azt mondják, hogy akkor a kocsit is tudunk bérelni fővároson belül, és el tudunk menni a célbe, és akkor mint tán, még 150 dolar, és akkor számolsz egyet, hogy ez napi 100 ezer forinttal fog ketyegni, és ezt te nem tudod kifizetni, akkor de a, a, és ezt mondjuk kifizeti egy amerikai fotós, akkor jönnek az olcsó megoldások. És amikor egyszer csak már úgy érzed, hogy te az olcsó megoldásoknak a királya vagy, és mindent el tudsz érni, akkor itt jönnek a problémák. Tehát hogy én például a, mindenféle helyi közlekedési eszközöket használtam a fixeremmel, vagy néha már magam is, és hogy azért nem csak Kongóban, itt Kenyában is kerültem tök facak helyzetbe, hogy tényleg már nem kiraktak az oroszlánok elé kb, hogy akkor sétálja a hegyedre föl 10 kilométer. Tehát amikor azt gondolt, hogy neked nem kell taxi, mert az tripla árat mondott neked a taxis, mert fehér vagy, hanem ezt majd te megoldod a tuktukkal, vagy nem tudom mivel, akkor a, tehát erre mondom azt, hogy én bennem, sajnos néha bennem van ez a faszagyerek vagyok típusú hozzáállás, és ez, erről le kéne szoknom, mert hogy egyrészt tök jó, mert olcsó is tud lenni, és meg tud oldani az anyagaidat mondjuk töredikáron, mint mondjuk egy nyugat-európai tudósító, de még az oltári ciki helyzetek is abból jönnek, hogy, hogy mondjuk bizonyos nem engedhetsz meg magadnak, illetve a másik rész meg az, hogy indokolatlan kockázatot az válasz, válasz, azzal, <laughs> hogy hogyan dolgokat csinálsz, amiket nem szabadnak. És ezt lehet tanulni egyébként, hogy fölismert, hogy mi az a helyzet, amit most eszkalálódni fog, és kilép belőle még mielőtt elkezdődne? Szerintem igen. A, tök volt a nőklapes kolléganőm, a kollégán, Dobra és a Cia voltunk, egyszer egy ilyen furcsa anyagon dolgoztunk, ahol elég sok drogos kezdett el körülöttünk így a... Egyre többen voltak körülöttünk, és akkor ott ez csak azt mondtam a Sacinak, hogy nekünk mennünk kell a következő helyszínen, ne haragudjanak itt az emberek most, mert hogy el fogunk És akkor kivittem, és mondta, hogy miről beszélek, és mondtam, hogy az van, hogy átléptük azt a kritikus számot, amit, tehát itt túl sokan vannak most, de amíg hárman, négyen, öten beszélgettünk, amikor 15-20-an vannak már, és, 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 már azt nézegetik, hogy mi, vagy már, már rossz dolgokon gondolkodnak, az de szerintem ezt lehet érezni, hogy van az a, van az a pillanat, amikor át kattan ez a dolog már egy, egy, egy olyan történettel. Nem biztos, hogy bármi történt volna, de az én általában az sem ilyenkor nekem van egy ilyen taktikám, nem tudom, minek nevezzem, hogy e, ha úgy érzem, hogy valami bizonytalan vagy nem oké, akkor mindig sétálok bele. És nem elmegyek, a Kongóban is én szerintem sok tíz kilométert sétáltam, nem tudom felmérni a helyzetet, és akkor oda megyek, beköszönök. Inter, és megyek tovább. És sokszor ilyen, ilyen, ilyen bolygó lélek vissza-vissza helyszínekre, mert egyszerűen nézem a dinamikáját, azt is nézem, hogy ha sokat látnak, elfáradnak, mert nem vagyok annyira érdekes, mert nem velem foglalkoznak. Mi Kongóban ez nem igaz, Kongóban 50 ötvenen voltak körülöttem, mert érdekes voltam, de érdekes, érdekesekkel kb. az érdemes volt nézni. De alapszítóban például nagyon sokat csinálom, azt Nagybányán is, ahol uh, dolgoztam tavaly, hogy hogy, hogy, kimegyek a szitukból. Azért, mert hogy túl sok lesz nekem is, és hogy azt érzekem, hogy, hogy ha már nem látom át, hogy nem tudom kontrollálni, rossz kérdéseket teszünk fel egymásnak, vagy ők nekem nem tudok rá úgy válaszolni, hogy nekik az kielégítő lenne, és akkor az, hogy nem, nem, és akkor megyek. Ez lehet, hogy összefüggésben van azzal, amit talán egyszer mondtál, lehet, hogy rosszul idézem, hogy háború tudósító viszont nem lettél volna, mert hogy ott nem lehet kiszállni ezekből a helyzetekből, vagy nem lett megjósolni, hogy merre felé megy? Én nem gondolom, hogy én például egy túlzottan bátor valaki lennék ezekben a szitukban. Én azt érzékelem, hogy valami kezd túl sok lenni, vagy eszkalálódik a helyzet, akkor én, én kijövök belőle. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy például háborús tudósító esetében is, hogy ki és mit mer feláldozni, vagy mennyire fontos ez a téma, amin dolgozol. És amikor az üteszed be egy, -egy ilyen szitúban, és nekem volt egy kettő ilyen eset, amikor átfut az agyadon, hogy mi a francnak jöttél ide, van ilyen, hogy azt mondasz, hogy milyen persze, gyere? de Kongóban is volt ilyen, amikor a első trópusi viharon átrepültem, akkor azt hittem, hogy ott csinálok magam a és ezt mondta ezt a magamnak, hogy otthon van a gyereked, otthon van a családod, a francnak szálltál fel erre a hülye repülőgépre, ugye lezolnunk a francba, és hogy igazából, tehát megéri a dolog. És persze nyilván ez egy adrenalin dolog, az elég, ez, ez könnyebben hozzászoksz, sokat repülsz, vagy sokat mész ilyen e, eh, de hogy az alapkérdés, ez mindig megmarad, hogy hogy amit csinálsz, az megéri-e. Tehát, hogy itt is például mondtam, ezzel reflektáltam itt a nagybányai anyagra, ami tavaly dolgoztam, az, ugye ez volt a nagy díjas anyaga a sajtófotón, ott, amikor dobáltak minket a kollégámmal együtt, ilyen féltéglákkal, az. Tehát az az, hogy igazából hátrébb ezt nem talál el. jó, oda kell figyelned, mert ledobhat a emeletről is, tehát egy mindig azt nézi, hogy nehogy fejbe dobjanak egy téglába, mert akkor hogyan ütöttek de hogy ott nem éreztem ezt például ilyen nagyon kritikusnak, mert hogy figyeltem, úgy éreztem, hogy ügyes vagyok, csak nem ütnek agyon, de hogy az egészen biztos, hogy nem mennék nagy bányára például oda, hogyha sznájperek is lennének odafönt, és azért, lődöznének ránk, mert nem ér annyit a történet, hogy, hogy lelövessem magam. Ukrajnába mentünk csak ilyen, amikor ott a Majdanon volt a Hát ott amikor lőtték, de, de, arról lekéstem. És azt abszolút nem bánom, hogy lekéstem. Egy nappal később értünk ki, mint ahogy, mint ahogy az a, a óriási öldöklés, hogy nem tudom, hogy legalább 50 embert megoltak. Egyet, szerintem egy... mesterlövészek pont van egyébként. És ugye az így bennem van, hogy volt a kollégám, ugye a kollégám ugye a fotós, zsács, a csudai Sanyi, aki, aki egy fantasztikus anyagot csinált, erről, nem beszéltem bele soha erről, de hogy a mai napig nem értem, hogy, hogy a Francba mert merte ezt megcsinálni, tehát hogy ott olyan képei vannak, ami maga a horror, és én, én tuti biztos vagyok benne, hogy nincs az a, nincs az Isten, hogy fölmenjek a barikádokra, mert ott tényleg ilyen szerencse kérdése az, hogy lelőnek-e vagy nem, és én nem gondolom azt, hogy tehát ez nem az én dolgom, hogy, hogy a ukrajnai helyzetről a barikádokról tudósítsak, és de ez az én mencsvárom egyébként ebben, hogy Előre deklaráltam azt, hogy menjünk ki, fontos a dolog, tehát nem arról beszélek, hogy ez nem fontos, és erről tudósítani kell, de hogy ezt meg lehet számtalan olyan módon fotózni vagy írni, hogy ahhoz nem kell fölmenned a barikádokra. És van, aki fölmegy és azt gondolja, hogy nyilván a, a legkeményebb és az eszenciáját a háborús létnek azt onnan tudod elhozni, de hogy nem biztos, hogy hogy például egy kurens példát mondjak, nem biztos, hogy a Covid helyzetet csak a Szent László kórháznak a, a covid covidos osztályról tudod elhozni, mert egészen biztos vagyok benne, legalább 50 olyan aspektusa van ennek az egész hülye járvány, ügyi helyzetnek, amelyel talán jobban is tud jellemezni az egészet, mint ott az az osztálya. És én azt gondolom, hogy ebben például tök jó volt annó az origósovat, ahol együtt dolgoztam, vagy azok az emberek, akikkel később együtt dolgoztam szerkesztőkkel, fotósokkal, hogy hogy nem mindig a direkt és az első olvas, tehát néztük ezeknek a dolgoknak, hanem mertük azt mondani, hogy jó, kimegyünk Ukrajnába, és kitaláljuk ott, hogy ezt hogyan lehet úgy megcsinálni, megfotózni, hogy hogyan lehet úgy tudósítani az egészről, hogy ugyanúgy érezze mindenki, vagy akár még jobban is, ahogy, hogy, mi történik, mint, mint a barikádok az, amit te ezért beválasz, azért azok nem két köznapi helyzetek. Egy Kongó, vagy akár egy Ukrajna. Még épp, akkor is, hogyha éppen nem aznap lőnek le 50 embert, hanem csak kettőt. Tehát, hogy ezért a, a kockázat benne van. És most eszembe jutott egy név, mert az interjú előtt, amikor beszélgettünk, beszélgettünk arról is, hogy hogy milyen nagy példaképeid vannak, és annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy, vagy azt mondod, hogy nem a, a háborús fotózás az, ami a te kenyered, az egyik példaképed egy amerikai fotós, aki elég sok ilyen szituációban volt benne, itt úgy hívják, hogy, ha jól mondom, James uh -huh. a N-A-C-H-T-W, és itt a trükk E-Y, nem A-Y, um, és van is egy róla, amit um, elkértem tőled, hogy meg tudjam nézni, és annak ellenére, hogy ő háborús fotós, akkor miért példakép, hogyha te meg kicsit távol tartod magad meg, ettől. Megmondom miért, mert amikor írtam a diplomámat az amerikai háborús fotózásról, akkor ezek voltak a... a nyilván ez kölyökként megírod, akkor arra fókuszálsz, hogy mik azok a sorsfordító kockák, képek, tehát hogy képes -e a fotó valóban változtatni dolgokon. És ami tök izgalmas, fú, és akkor egy jó kis önmarketinges húzásra, és tudok a saját anyagomról is mesélni. Én azt gondolom például, hogy a kongó anyagom erre képes volt. Tehát képes volt arra, hogy segítsen abban, hogy létrejön egy elképesztően jó dolog. És ez egy kézzelfogható, megmutatható, létrejövő dolog. Az, hogy ez meddig fog tartani, vagy hogy mennyire hosszú távú, az egy örök kérdés, ezt nem tudod, de hogy, hogy igenis be tudsz jó értemben avatkozni, meg rossz értemben is a, a történelem folyásában. És nekem azért egy elképesztően izgalmas az a helyzet, ahol például Nektvé van, mert hogy ő a vezető, világvezető lapénak dolgozik, és mindig ilyen kuráns, abszolút fontos. Tehát itt a menekült válságtól kezdve meglepődnék, ha most nem Covid-ot fotózni éppen valahol New meg sem néztem, de meg, meg hazamegyek, megnézem. Tehát az lenne a csoda, ha nem ezt csinálna. Pedig most már bőven veszélyeztetett korosztálynak számítő is. És azt gondolom, hogy, hogy bizonyos esetekben egyszerűen nélkülözhetetlen az, amit csinál, és amit én nagyon szeretek benne, az nem is feltétlenül egy jó, oké, okay, tökéletesen komponál, elképesztő elhivatottsága, mint egy robot megy előre. Tehát az elmúlt 40 évnek az összes konfliktusát majdnem, ami, amiről tudunk itt Európában benne volt, tehát Ruandától kezdve Bosznián keresztül, Koszovóig rengeteg ilyen konfliktus zónából tudósított a képeiben. Holnapján van vagy 20 ilyen menőpont annak a szerintem kétharmada a konfliktus zóna. Dél-Afrikától kezdve tényleg nagyon sok felement. De én azt szerettem nagyon benne, hogy, hogy amikor így azt látod valakin, hogy így rászenteli az életét arra, és egyébként valószínűleg itt van parallel a doktorral, aki, akinek szintén imádom a, azt a teljesítményt, ami mögöttem, tehát én igazából szerintem a teljesítményt ismerem el, hogy azt mondja, hogy van egy ügy, amit ő művel, és ebben nincs kompromisszum, és az kompromisszum nélkül próbálja. Nyilván kell hozni, de hogy ami a csövön kifér. Pont kérdezhet, hogy tanulhatók-e dolgok ebből az egészből, és azt gondolom, hogy igenis tanulhatok, és például azt láttam az ő munkásságában, meg az ő egész viselkedésén, meg a, a hogy mások mondták már azt nekem, hogy ez egy nagyon kicsit ilyen mű, meg ilyen kitalált, meg de hogy konkrétan felépítette azt, hogy hogyan öltözködik, tehát ilyen konszolidált kinézete van, kék farmer, fehér ing, Ilyen kis, decensen elválasztott haj, és egyszerűen az van, hogy a, ahhoz, hogy ezt ő a legmagasabb szinten tudja csinálni, ahhoz még a ő küllemének is működnie kell, mert ha például oda megy egy, egy gyászoló családhoz Boszniában, egy méteren belül fotózza a temetés pillanatait, akkor egyszerűen nem teheti meg azt, hogy most elnézést kérek minden hosszúhajú, oldalzsebes, nadrágos, narancsárga pólós fotós kollégától, de hogy nem tűnhet ki ő, ott a lehető legjobban el kell tűnnie, ő lassan mozog, relatíve lassan beszél, tehát gyakorlatilag így, így az ügy érdekében, ahhoz, hogy ő a legközelebb tudjon jutni a, a történethez ő egy egész életstílust tette magáével, és hogy ennek jó, nyilván óriási ára van, nem, mert nem hiszem, hogy családja például, meg barátai túl sok lenne, de hogy amit ő véghez vitt az elmúlt években, és azt gondolom, hogy, hogy egészen biztosan vannak öncsatlakozási pontok, ahol történelmen is tudott akár fordítani egy-egy korszakos képében. És itt nagyon sok kérdés föltolul bennem, próbálom rendszerezni és nem ugrálni, de azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a Kongót, uh -huh. hogy legyen kerek ez a történet, és aztán térjünk vissza erre, amit mondtál ezzel az emberrel kapcsolatban, mert itt aztán van rengeteg kérdés a fotózással kapcsolatban hozzád, nem róla, hogy akkor ezek szerint te úgy érzed, hogy a te öt évvel ezelőtti munkád meg a mostani, az hozzájárult egy legalább részben ahhoz, hogy ez a, ez a klinika megvalósulhasson? én nagyon remélem. Ez így meredek lenne jelenteni így direktbe, de hogy egészen biztos vagyok abban, hogy például óriási publicitást tudtam adni a történetnek, tehát az, hogy ez, ez volt National Geographic címlap, az, hogy többször volt a nőklapjában, az, hogy tévétől kezdve kiállításon át sok tucat helyen jelent meg, rengeteg interjútól kezdve, nagyon sok minden megmozdult. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a publicitás, amit így a évek alatt így rárakodott erre a történetet, tehát így láthatóvá vált Széles körben a, a doktor úr munkája, azt szerintem nagyon sokat segített. A, nem tudom azt mondani, hogy ezért kapott nem tudom a magyar Rámtól egy millió dollárt. Lehet, hogy ő erre jobban tudna válaszolni. De hogy de hogy nyilván például sokkal szívesebben támogatnak egy látható projektet, mint egy nem láthatót, az egészen bizonyos. És neked hogy állt összefezetben, talán említetted már, hogy nagyon fontos ez, a, ez az elszállás, amit a doktor úrban is láttam, hogy tényleg ez a kulcsa egy ilyen projekt sikerének, hogy valaki mániákusan. Figyelj, én szeretek ugrálni a témák között, rögtön ugrok egy harmadik témámra. A, ugye neki kezdtem négy évvel ezelőtt a Szofi Életet című munkának, ott azon kívül, hogy már régóta foglalkozok a magyarországi cigánysággal, és hogy, és hogy fontosan van bennem egy hiányérzet, hogy egy sztorit el kellene mondani tisztességesen, tehát ugye maga komplexitásában, de hogy ezt nem lehet elmondani egy-egy napos ilyen odautazunk, aztán fotózunk, vagy írunk róla valami típusú módon. Az alaptörténet röviden összefoglalva annyi, hogy születése előtt, tehát még az édesanyja hasában volt a amikor elkezdtem a család életét fotózni, és ez négy éve. Tehát azóta megszületett, és, és az annak a dolgok ott, a, a, ahol él, illetve szépen ő is most már óvodást növöget föl. De a lényeg a lényeg az, hogy ott is csak annyi volt, amit mondtam, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy ha minden évben csak egy hetet rászánnék arra, hogy ezt csináljam, akkor ebből ugye elképesztő anyag jöhetne létre. És persze nem egy hetet szántam rá minden évben, hanem többet, de egyébként mindig ki lehet sajtolni egy kis plusz időt, egy, egy, egy kis lehetőséget ezt azt, ahhoz, hogy te, te tudjál rúgni mindig egyet egy anyagon, hogy ez menjen és az, az történjen. És igazából ez is egy ilyen elszállásból jött, hogy azt mondtam, hogy egyszer nem hiszem el, hogy nincs az életemben ennyi idő, hogy rászálljak egy ilyen. És, és, az van, hogy igazából azt mondod valami, hogy már pedig ezt megcsinálod, el lehet bukni, de hogy ezt a típusú elszántságot, amit mondtam például Hardi doktor úrnál, hogy azt mondta, hogy hát megvettük a telket, semennyi pénzünk nincs rá, hiányzik meg egy 4-5-600 millió forint, de hogy majd megoldjuk, majd csak lesz valahogy, és ezt lehet őrültségnek is nevezni, de hogy de hogy ebből lesznek a nagy dolgok, amikor azt mondja valaki, hogy hát csináljuk, nézzük meg, mi van benne. Hát ez a Szofi élete, amit itt említettél, és akkor lehet, hogy érdemes itt most tovább lépni a többi anyagodra. A Kongóval kapcsolatban ezt most itt egy kerekegésznek tekintjük. Igyekszem visszahozni. De vissza lehet hozni, talán még annyit érdemes elmondani, hogy most dokumentumfilmet is forgattál róla, tehát hogy ez egy továbbra is élő projekt számodra. Hát én most nem is fotózni voltam, hanem filmezni, ennyi igazándiból, hogy ez egy ilyen kvázi melléktermék volt most a fotó A, rész. a Szofi élete viszont, ahogy említett, ez is egy rendkívül projekt, tehát itt a születésétől, vagy a születés előttől követ végig egy cigány kislánynak a, az életét, és ezek szerint feltett szándékot, hogy egész felnőtt koráig kövesd a kameráddal? Szuper jó lenne, ha meg tudnám csinálni. Nyilván nehéz, mert hogy bármikor mondhatják azt, hogy ennyi volt és elég legyen, de azért lenne jó benne maradni az életében, és végnézni, hogy, 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 hogyan történnek a dolgok, mert én tényleg azt láttam, hogy amikor az elmúlt tízen évben nagyon sok cigánysággal kapcsolatos projektet fotóztam, és hogy mindig hiányérzetem van, mindig hiányérzetem hi van abból a szempontból, hogy, hogy ugye amikor nekiállunk egy ilyen témáról beszélgetni, akkor a laikusok azok általában mindig föltesznek három vagy négy kérdés, és igazából annyira komplexek ezek a válaszok, amiket tudnék ráadni, mert bele se kezdek elmondani, mert, mert nem lehet azzal elintézni ilyen dolgot, hogy álljon el dolgozni. Ez szokott lenni a alap tézis. mert hogy bonyolult, tényleg, és nem mentegetni akarok senkit, hanem az van, hogy meghúzok egy, egy cérnát, és akkor a húsz dolgot módosítottam, és akkor már a 20 dolgot egyesével kell felfejteni. Nagyon bonyolultna. És azt találtam ki, hogy igazából megpróbálom ezt a ezt az egész viszonyrendszert abban az elképesztő bonyolultságban, komplexitásában fotózni, és nem úgy akarok teljességet rittyenteni itt az egészben, hogy, hogy akkor én most minden aspektus lefotózok, de hogy egy nagyon alapos uh, körbejárás próbálok ott tenni, és hogy visszajárok, családot fotózom, gyerekeket fotózom, a kapcsolataikat fotózom, most már elkezdtem tágítani a kört, elkezdtem a falut fotózni, tehát hogy mennyire determinálja mondjuk a falu, mennyire determinálja a család, ahova születnek az, hogy, hogy mi történik, hogy történik. Bizonyos dolgok ilyen nagyon-nagyon látványosan rajzolódnak ki, úgy, hogy amikor elkezdtem fotózni az anyagot, egyetlen nem volt benne, vagy nem voltak benne bizonyos motivumok a, a történetbe, történetben, de hogy hogyan kerül bele mondjuk a, a közmunkába valaki, vagy hogy mi van a téli időszakokban pontosan, hogy, hogy, milyen megoldási kulcsok vannak, hogy, hogy tehát ilyen nagyon furcsa dogod, de például ilyen nagyon egyszerű példát tudok rá mondani, hogy mondjuk egy megjelencik kapcsán kapott a család 100 000 forint környéki támogatást, és annyi volt a kérdés, hogy vissza belőle az áramat, ennyibe került volna. Szerinted van áram? most. Három évvel ezelőtti történetről beszélünk. Azt kérdésből nyilván azt tudom leszűni, hogy nincs. <laughs> És már a nehéz, az van, hogy igazából erről önmagában lehetné egy elég hosszú elemzés, hogy egyébként mi vezetett odaig, hogy ott van az a rohadt pénz a számlán, és hogy hogy találsz -e olyan munkást ott a közelben, akinek van pecsétje, hogy egy, egyrészt beköthetik, kettő számla képes, és nem csak stikába, svarcban csinálja Tehát egy iszonyú komplex és bonyolult az egész történet. Meghúzol egy szalata, ahogy te is mondtad, és jön egy csomó minden. Kiesnek a csontvázak a szekrénybe, és azért érdekes az egész dolog, mert hogy egyébként tényleg az van, hogy nekem is ez az első reakció megy erre, hogy figyelj, ott van az a rohadt pénz, intéz már el, mondom, ez nekem egy hét, vagy három nap, vagy két nap, vagy két telefon, és hogy Ja, de hogy fel sincs a telefon, hogy jó, akkor menjen hétfőn, vegyél rá egységed, izé egységet, de akkor nem azt fogja felhívni, hogy mit, tehát, egy, ez soha véget nem érő történt, és hogy, hogy ez, ez, volt az, amire azt gondoltam, hogy egyszer kéne erről csinálni egy olyan típusú ilyen hosszú regényt, amiben így az ember így, így elmélyed, és így nézegeti a csempéket, vagy a kirakósnak az elemeit, és hogy egy kicsit talán így összeáll valami az agyában, hogy, hogy azért ez nem így működik, hogy Menjen, aztán csináld ezt, és hogy ebben nekünk is van felelősségünk, és hogy ebben nekünk is uh, rengeteg dolgot egy kicsit át kéne struktúrálni az agyunkban ahhoz. Most én nekünk alatt azt értem, hogy akik egyetem valamennyire átlátják ezt a bonyolult euh, pázol. Ha jól értem, abba reménykedsz, hogy egy családnak egy ember sorsán keresztül be tudod mutatni, hogy mi az a komplex probléma halmaz, amivel nagyon sokan nem tudnak most mit kezdeni a cigányság kapcsán Magyarországon. Tehát oké, okay, el lehet csöpörni, ez történik már nagyon régóta, hogy fél lehet csöpörni az egész történetet, hogy azt mondani, hogy most nem foglalkozunk vele, mert nem jó szavazók, vagy nem tudom. Ugye a hosszú te amiket csinálnak, az a kellemetlen mellékhatás, és az ember sokáig marad benne egy család életében. És ez azt jelenti, hogy ha rossz a történet, és ezért szeretek mindig Kongóval foglalkozni és arról mesélni, mert ott pozitív. És akkor ezzel most válaszoltunk is azzal a kérdésre, hogy miért reménykedtél titokban, hogy ez az anyag Igen. lesz a befutó, és nem pedig a nagybányai, mi hasonló. Mert áldó problémákról beszélni, az rohadt fárasztó, és itt ugye itt, itt az van, hogy, hogy belelátsz, ott vagy a nagybányán, azt mondták 2011-ben, hogy 12-re ezt megoldják, akkor mész 12-ben, aztán mész 14-ben, aztán mész tavaly is, és akkor mi mindig ugyanott tartunk, és hogy láttam most pont a a nagybányának a holnapja, most ugrottam egy óriásit, de hogy pont láttam egy ilyen Facebook csoportot, az sok ezer taggal a nagybányaiak Facebook csoportja, és hogy ekészték épp az anyagomat, hogy mennyire így meg úgy félre visz egy, egy ilyen sorozat, és nem a valóságot mutatja, és elolvastam a kritikákat, és igazából pont ez volt a, hát a sajnos időzőben a vicc az egészben, hogy ők értik félre a dolgot, tehát hogy, hogyha megnéznek Normálisan időt sem arra, hogy miről is szól az anyagom, akkor pont nem ilyen mentegető anyagot készítek, hanem pont arról szól történet, hogy van egy iszonyú nagy para ott, és nem csak ott, hanem a világ nagyon sok pontján, Európán belül, és nagyon sok ponton Magyarországon belül, és egy csomó ponton, és hogy ezt meg kell tudni oldani. És én nem azt mondom, hogy akik ott élnek, azok makulátlanok meg, tökéletesek, sőt, ha amikor éppen arról beszélek, hogy a dobálnak meg, akkor nem hazudok. Tehát, hogy engem se szeretnek különösképpen, és engem se tisztelnek, és hogy abszolút nincs érdekem, hogy ilyen bárkit mentegessek, vagy mosdassak, ahogy szokták mondani. Pont azon, hogy arra hívom fel a figyelmet, hogy emberek itt oltári nagy van, és hogy ezzel valamit kéne kezdeni, és hogy a, a, a ezzel valamit kezdés, ez nem propagandisztikus intézkedések, hanem hogy itt van, ez van, a magyarországi cigányság is egy kegyegő bomba, tehát mondom, a hosszú teranyoknál azt láttam, hogy ha ott hagyjuk a gyereket tíz éven keresztül és nem foglalkozunk vele, akkor nem végzel az általános iskolát, ha nem végzel az általános iskolát, akkor olyan. Ez is lesz. lesz. Tehát olyan pályák indulnak be, amiket. Nem lehet is És egyébként nagyon érdekes, itt kiírtam, volt egy apcug nevű portál, ami sokat foglalkozott ilyen szociális jellegű anyagokkal és te ott dolgoztál éveken át, és onnan vettem ki most egy anyagot, és innen jutott eszembe, amit mondtál, hogy volt két budvalenkei tínédzser, több ilyen anyagot készítettél, Viki és Gina története eszembe jutott erről, két cigány tínédzser, akik 18 éves korukban még azt mondták, hogy ők ugyan innen elmennek, ők nem lesznek gyerekanyák, ők változtatnak ezen a dolgon, és visszamentél három év múlva, és itt megint bejön az, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy te azon nagyon keves emberek közé tartozol, akik visszamennek, akik akár éveket rászánnak egy sztorira, nagyon kevés ilyen van Magyarországon, visszamentél három év múlva, és azt láttad, hogy már anyák, ott maradtak, nem tudnak kitörni, és egy kicsit, mintha megérteni az ember azt, hogy nem felmentve ezeket az embereket, mert sok ilyen történet van, ahol tényleg azt lehet látni, hogy egy ilyen tanult tehetetlenség létezik, de hogy egy kicsit meg tudod világítani azt, hogy elérkezik az a pillanat, amikor ugyanazt a pályát járják be mentetetlenül, mert nem érkezik meg az a külső impulzus, és mondjuk tízből egy embernek sikerül onnan eljönni, akiben nagyon nagy erő van. Figyelje, Ugrok egyet, mert imádok ugrálni, most már azt kell mondjam, hogy... hogy... Van is hova egyébként, mert iszonyatosan gazdag itt, amit fölírtam sorozatokat is rengeteg, tehát nem fogunk tudni mindent érinteni. Jártam ki Czürikbe, a ny nyírségi prostituáltak utaztak ki be dolgozni prostituáltként, és euh, én ott jöttem a, erre a történetre igazából. Követted ezeket a lányokat ki Több hónapot töltöttem ezzel, és egyébként ezt is újra kéne csinálni, és ez is érdekes, hogy akkor, aki, annó 2010 háromban talán fotóztam sokáig heteken keresztül egy, egy magyarországi anyát, aki járt ki Most egyébként ott jártunk még pont abcugos időkben azon a településen, kis vidéki település. Hát tudjuk, és hozzá, az abcug sajnos megszűnt azóta. Egy igen. pár hónapos ír. Igen, sajnos. Úgyhogy, úgy, csak annyi, hogy ott is átszaladtam a, egy, egy falu dél, mondtam az újságjának, hogy mindjárt jövök, van egy elintézni való dolgom, és akkor megkerestem a hölgyet, öt éve nem láttam, hogy hello, mi És általában jobban vagyok az alanyaimmal, tehát hogy beszélgettünk Ezt egyet. a nőt kerested meg, a egyszerű így aki aki postukáként dolgozott. Mert ugye ott is mindig elhangzik mindig, hogy mi fog történni, miért csinálod, hogy tudsz kikerülni a múkuskerékbe, és egyszerűen csak én arra vagyok kíváncsi, hogy Egyébként itt vagyok, akkor menjünk oda, nézzük meg, hogy na, eltelt öt év, hogy akkor mi sikerült, és hogy tényleg azt látod nagyon sokszor, hogy, hogy ha nem tehát ha nincs külső behatás, tehát ha nincs valamiféle szándék arra, hogy, hogy segítsél, akkor te nem fog óriási valószínűséggel megváltozni a, a, a szitu. Így 23 lehetett, 23 éves lányzó élete első külföldre menetele volt. Pont ez az Ildikó nevű hölgyel együtt ment ki Czülikbe, és én az Ildikóról készítettem az anyagot, és egyébként ő meg a barátnője volt, tehát hogy igazából kettőkről készítettem ezt a fotósorozatot. És ott volt egy ilyen momentum, ami én egészen elképesztő volt nekem, hogy hát nagyon nem ment a biznisz a Barbie-nak. Helyes csinos lány volt, de félt, és teljes joggal félt, mert nem szar környéken álltak kint, és kocsiba beszállós lányok voltak. És ott megpróbáltam meggyőzni arról, tehát én abszolút kezdő hogy láttam, ilyen konyhai kisegítőt kerestek, és hogy az van, hogy, hogy rohadt jól fizetnek, és hogy igazából elmegy konyhai kisegítőnek mosogatni kéne egy rosszosnál, kb. ez a feladat, akkor, akkor annál a pénz, amit most meg tudod keresni prostituáltként, annak hogy többször is -e tudnám megkeresni, és hogy nyilván itt is igénytelen szállás van, tehát el tudnak kezdeni építkezni. És ilyen órákig tartó ilyen győzködés volt, meg beszélgettünk el az egész, és igazából én akkor eszméltem el az egészre rá, hogy, hogy ő prostituáltként dolgozott már Magyarországon ideje, azt ismertette, tudta, hogy milyen beszállnék egy kocsiba, tudta, tehát az egy ilyen kvázi biztonság érzet volt neki, hogy ehhez ő ért. És az, hogy ő elmegy egy konyhai kisegítő munkakörben egy olyan országban, aminek nem érti a nyelvét, tehát nem érti, hogy mit beszélnek hozzá, és hiába nem volt kardinális az, hogy tudjam németül, mert, mert érted, a pillanatokat magára szedte volna azt a néhány szót, ami szükséges a munkaköréhez. De hogy én egy olyan embert próbáltam győzködni arról kölyök feje, hogy, hogy meg kitörni ebből az egész helyzetből, akinek nulla, tehát intézeti lány volt, egy nulla tapasztalata volt arról, vagy képe volt arról, hogy a dolgok másképp is működhetnek a világon, mint amit ő megtanult. És én igazából arra eszméltem ott rá, tehát nyilván most egy szociológus kinevethetne, de hogy mondom, akkor még relatíve kezdő voltam ebben a történetben, hogy én tudnék neki segíteni akkor, hogyha most így hogy egy három-négy-öt évet arra, hogy hogy ilyen mentorációban segítsek neki. Konkrétan kézen fognád és elvinnéd az adott szervezethez, az adott, aki segít. Pontosan. Megmondanád, hogy mit csináljon. Pontosan. Jövő héten is megmondanád. Pontosan. Három és hogyha nem akar bemenni három hét már reggel, mert azt mondja, hogy igazából utálja az egészet, akkor kézen kéne fogni és besétálni vele, és azt mondani, hogy hosszú ez az út még, és akkor, tehát mint az saját gyerekedet, ahogy egyengeted az, az útját, ezt úgy kéne tudni csinálni, mert, mert én be kell, hogy menjek vele a giroszoshoz, el kell, hogy mondjam, hogy az van, hogy ez a szitó, és hogy neki ez egy óriási lehetőség lenne, és meg tudnánk győzni őket, és tudna munkát kapni, és el kéne mennem a szállásadóhoz, és meg kéne, tehát, hogy, de hogy ezt, én, én nem viccek, én szerintem ez évek, de inkább öt év, mint kettő. Felmerült bennem itt a kérdés, hogy amikor arról van szó, hogy ilyen embereket kéne kirángatni, vagy segíteni nekik, akik generációkon keresztül esetleg egy hibás kulturális kódba vannak, mert az átörökített, most a nem genetikailag, hanem kulturálisan átörökített megoldóképleteik nincsenek arra, hogy hogy kéne akár egy konyhai kisegítő munkát válni, hogy ez egy reális elképzelés, elvárás, hogy ennyi embert kézen fogunk, és tehát, hogy csak így lehet kihozni, csak és akkor itt lehet tovább menni, hogy hány tízezer, százezer ember lehet ebben az állapotban, nem biztos, hogy csak a cigányok között egyébként, tehát ez nem, itt most szándékosan nem népcsoport felől közelítem meg, hanem társadalmi státusz felől, hogy van ennek az országnak lehet -e erre erőforrás, hogy kézen fogja ezeket az embereket, és megmutassa, hogy másképp is lehet? Most az van, hogy ehhez igazából nem értek, tehát nyilván csak sötétben tapogatózok, én azt szoktam gondolni, hogy hogy ez olyan, mint valami öreg autó, érted, ami, ami én is, amikor eldöntöttem, hogy a Warburgomat el kell, hogy adjam, akkor az úgy született meg a döntés, hogy többet költöttem a javítatására, mint ha vettem volna egy tök új autót, és annak a részleteit fizetem és akkor ugye döntöttem, hogy igazából egyszerűbb a, 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 fejlődést választani, és nem toldozgatni, foldozgatni a rossz rendszert. Tehát a gazdasági részről közelítek, akkor azt mondanám, hogy ha most egy egységet költünk arra, hogy felzárkóztatni, akkor, akkor valószínűleg a tíz egység az, az közelebb van ahhoz, ami egy belátható időn belüli felzárkózást eredményezne. Kettő, amit mondtam, hogy ez egyetlen dolog, amikor az ember úgy fotóz mondjuk történeteket, hogy hogy mondjuk te megismered a prostituáltnak a családját, és látod a két-három éves ízé, tündéri kisgyereket, és akkor visszamész tíz évvel, és akkor azt látod, hogy igazából mondjuk már intézetben van, vagy, vagy mondjuk már ő is lassan kifogálni állni a többiekkel a sarokra. És ugye ez a, ez a nem gazdasági részről való közelítés, hogy azt mondod, hogy igazából szabad-e elengedni komplet generációknak a kezét, és azt mondani, hogy bocs, de most nem akarok nagyon aktuál politizálni, de hogy sok, so, költünk. sok másra költünk pénzt a helyet, hogy, mert hogy az, az egyszerű, meg könnyebb, meg, meg látványosabb. Most, szúrjak be egy, tényleg egy abszolút politikai megjegyzést, vállalva, hogy ezt én teszem, és nem te, de azért felzárkóztatás címen is hány milliárd forint tűnt el, amit hogyha esetleg erre költöttünk volna, akkor lehet, hogy másként látnánk zárójelbe bezárva. De a kinduló sztorihoz, Viki és Gina történetehez visszatérve, mit láttál, amikor visszamentél évekkel később azoknál a lányoknál? A lányokhoz? Akik... Hát azt láttam, hogy igazából látták azt, tehát ők maguk tudták, hogy először elmondani nekem még hermével ezzel, vagy nekünk, mert újságíról együtt voltunk ott, hogy Hát, hogy hibában nem szeretnének beleesni, mert ezt ők maguk is látták, hogy az ottani falunak a a azok milyen pályát járnak be, és igazából három évvel később gyakorlatilag azt hiszem egy sajnos kivételével, mert ott azért több, többeket megkerestem, de hogy azért nagyon pontosan ők is lekövették a, a falubeliek példáját. Azért érzem magam rosszul, meg kellemetlen ebben a helyzetben, mert hogy én krónikásra vagyok ennek a kvázi nyomorúságnak ez az okoskodók világa vagyunk, tehát én is elmondtam annak a prostituált lányzónak, hogy mit kéne csinálni a ilyen nagy bölcsön, hogy nekem van egy tök jó megoldó képletem, én tudom a frankót, ha ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt csinál, akkor minden frankó lesz. Csak mindig elfelejtem azt, vagy elfelejtjük azt hozzátenni, hogy igazából neked van egy alapod, neked van egy hozott ö, stratégiád, egy modelled, amit hoztál, és ezt szoktam én is erre mondani, hogy engem ledobsz a dzsungel közepére, akkor feltalálom magamat valamennyire, néha hülyeséget csinálok, de gy alapértelmezetten túlélek. Tehát én nem húzhatod rá a te megoldó képleteidet valaki másra, akinek ezek nincsenek, és akiknek nem evidens ez vagy az vagy a, a, az, és amiknek, amit mondtam, hogy akár éveket kell azzal eltöltened, hogy meggyőzd arról, hogy fel sem benne, amit mondtam, fel sem merült benne ebben a lányban például az, hogy háromszor esett megkeresetni konyhai kisegítőként, mint, mint azzal, amit csinált, mert, mert ez nem, nem, az ő gondolkodás. Mondja, ő, ő abban nőtt bele, hogy ő intézeti gyerek, aztán prostituált lesz, és ebből tud pénzt csinálni, semmi máshoz nem ért, minden máshoz hülye. Kávéhez volt az egója. És akkor ebből épít fel az, hogy ja, és ne, is, a konyhai kisegítőt segített lőjükbe, hanem lőjünk be valami komolyabb dolgot, hogy tanuljon tovább, aztán legyen ő maga valami. Hát egyáltalán, hogy kilépjen ebből a körből, és önállóan ö, egyedül elmenjen a haza a konyhához, egyedül bérjen egy lakást, stb. Tehát, hogy ezek mind nyilván ilyenkor. Fényévekre ne... voltak ettől, és amikor azt mondod neki egy pár órás beszélgetésben, hogy haver, hát old már meg a helyzetedet, ne hülyeskedjél már, akkor így mondom, én olyan szempontból kölyök voltam akkor, hogy még kevés ilyen tapasztalatom volt. Mai fejemben visszagondolva, hogy igazából amit csináltam, az, ez ilyen szócséplés volt. Meg kellett volna hívnom egy kávéra, és nem tudom, beszélgetnünk kellett volna tök más dologról, mert hogy itt csak összezavartam szegény szerintem. Um, most egy belekapaszkodom ebbe, hogy, hogy mit kellett volna csinálnod, amikor valaki ilyen extrém helyzeteket fotózik. Te, te például nem háborúba, de azért nagyon erősen ezeket a, 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 a szociálisan, hogy hogy is mondjam, a senki földjén jársz folyamatosan a kameráddal, um, és eszembe jutott a, a Nectar-ről a dokumentumfilm. És ott volt egy ilyen kifejezés, hogy mitől marad a fotós, fotós, és nem pedig, amit úgy fogalmaztak meg, egy vámpír kamerával. A vámpír kamerával ugye azt jelenti, aki kiszívja a vérét, aki kihasználja az embereket, felhasználja a nyomort arra, hogy valami extrémet mutasson a világnak, felhasználja ezeket az embereket, akik az életkörülményeikkel megdöbbenést keltenek a polgári közönségben, mint egy eszközként. Hogy mi az, ami, amivel ezt meg lehet akadályozni, hogy te, te kihasználd ezeket az embereket? messzebbről indulnék, ez egy tök jó felvetés. Ugye a fotoriporterként az a melód, hogy bizonyos szituációkat ugye lehetőleg tökéletesebben visszaadja. És az a dilema ilyen helyzetekben, hogy, hogy ahhoz, hogy a nézőid, az olvasók azonosulni tudjanak a történetekkel, egyszerűen muszáj emberi érzelmeket, arcokat mutatni. Én nagyon ritkán szerettem azokat a teljesen konceptuális anyagokat, amik, amik amik így kihagyják az embert a történetből. Szerintem fotoreporterként az ember egy nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme a, 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 riportjainknak. És azban egy, 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 nagyon konkrét példát tudok mondani, volt a West az a tragédia, amikor eltapostak a, pénik pánik miatt gyerekeket. Rémhír volt, hogy, hogy valakiket talán megkéséltek, és akkor lögdösödés, meg tumultus alakult ki, és nem emlékszem most már pontosan, hogy hányan, de több fiatal meghalt, és én például tök de elsőként értem oda, hiszen mentem hazafele, ügyeletes fotós voltam, nálam volt a fotógépem, és, és ott elkezdtem fotózni. És egy ilyen szituban, amikor te, te, dolgozol, akkor ugye az, ugye Nektvé is mondja a filmjében, hogy ebben a, tehát a háborús közegben, ahol ő dolgozik, ott egyszerűen a morális kódok így felül vannak írva, egyszerűen másként tudsz dolgozni egy ilyen kvázi vészhelyzetben, mint egy normális élethelyzetben. Megcsináltam anno azt a sorozatot ott a Veszbakenne, és én visszamentem utána a gyászszertartásra, és amikor ott a téren összegyűltek rengetegen, és valószínűleg rokonok, családok, ismerősök ott voltak. És ugye mit látsz? Az, hogy ott van egy, egy, egy több száz vagy akár több ezer ember, és arcokat a patakzik a szeméből szemébe, egymásba kapaszkodva, és mit kell csinálnod? Basszus, le kell tudnod fotózni a portréban ezeket az arcokat. És az van, hogy nekem iszonyú mázlém van azzal, hogy nem mondták azt, hogy menj innen. Tehát így nem akarom. Mert nekem azt mondja valaki, hogy menj innen, vagy hagyd abba, kérlek, akkor abban a pillanatban elrakom a gépet, és nem csinálok több képet. Én nem vagyok vámpír. Tehát nekem azt mondja, hogy hagyjam abba, akkor én abba hagyom, én például megpróbálom meggyőzni az embereket arról, hogy fontos, ami, amit csinálok, és hogy igazán így tudsz hangot adni nekik, vagy így tudod felemelni a történetet, hogy sok emberhez eljusson a, a, az esemény, amiről te beszámolsz. Tehát ez egyrészt egy muszáj dolog, másrészt meg ez mindig a fotós döntése, hogy mi az, amit, amit ő, tehát mi az a határa, ameddig elmegy, el akar -e egyáltalán addig menni. És itt például nekem itt a West Balkánnál, ez egy abszolút ilyen volt, hogy oda mentem, felemeltem a gépemet, és ilyenkor így, így, igazából elsüllyedek, hogy őszinte legyek, legbelül. Mert én olyan ember vagyok, aki így, így folyamatosan azt pörgetem vissza, hogy ebben a helyzetben én hogy reagálnék, ebben a helyzetben én hogy reagálnék, tehát én az alanyéim fehével gondolkozom nagyon sokszor, és ugye elképzelem azt, hogy mondjuk a testvéremet, gyászolomat, vagy a gyerekemet, vagy én nem tudom kinyitni, és ide jön valaki egy méterre, felemel egy fényképezőgépet, és lefutózza azt, hogy hogyan patakzik a könnyel a Pff, És ugye erre jön az, amit mondott a hogy fel vannak függesztve a kódok. Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas rész volt a filmben, Ez csak azért fejtem ki két mondatban, mert talán a laikusok kevésbé érték. Ő azt mondja, és ez nekem is új volt egyébként, pedig én nem vagyok fotós, de az újságírásban ugye több mint húsz éve benne vagyok, hogy vannak olyan helyzetek, ezek az extrém helyzetek, ahol maga a fotós is egy más szabályrendszer szerint működik, mert, és egy nagyon érdekes szót használ, ő azt mondja, hogy a fotóanyagok komplicit, tehát bűnrészesek, egy kicsit talán ilyen jelentése is van a szónak, mert egy adott pillanatban ők meg akarják mutatni magukat ebben a helyzetben, annyira extrém ez a helyzet, hogy őket nem zavarja a fotósnak a jelenléte, és valóban nem csak háborúban alakulnak ilyen helyzetek, és egy csomó esetben, amikor ilyen szituációban fotóznak embereket, utána nem az a reakció, hogy mit keresett ott a fotós, hanem felidek és elkerik a fotót. Nem tudom, hogy ilyen történt-e veled. Ilyen... Figyelj, tökéletes, amiről beszélsz, az a helyzet, és nagyon remélem, hogy nem történik meg, vagy ha megtörténik, is nagyon nehezen tudnék mit mondani. Hogy például ugye ezzel a sorozattal 11-ben én szintén akkor is most nagy kaptam, és egyszerűen vártam, hogy mikor fog befutni az első ember, aki azt mondja, hogy hogy mertem lefotózni, és hogy mert erre a kvázi az áldásomat adni, hogy ez ki, mert ugye ez, az egy dolog, hogy lefotózod, de azt mondtad rá, hogy ez van annyira fontos a történet szempontjából, hogy ez igenis legyen publikálva. És ez egy iszonyúan szar helyzet, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, nagyon-nagyon kellett a történetben, hogy emberivé tudjam tenni az egészet, de egyébként belül egy ilyen abszolút rettegésként élem meg ezt a dolgot, mert, mert mondom, ez olyan dolog, mint hogy a saját gyerekem temetésén fotózna le valaki, és utána látnám magamat mondjuk kétszer-három méterben a könnyén megküzdködve a Nemzeti Múzeum falára kirakva. És így állnék, hogy hát, hát ez ki merte és hogy merte. Tehát nem, az este 999 ban konszenzus van ilyenkor a köztem és az alany között, hogy ezt én fotózom. Nyilván itt is láttak, és nem küldtek el, tehát itt is megvolt ez a típusú konszenzus, de hogy azért ebben az extrém helyzetekben most, hogy ez valós konszenzus, vagy, vagy észre vett, mert keresztül nézett rajta, mert nem ott volt, ez nagyon nehéz, és ez ilyen szempontból szerintem elég sokáig el kísértett is engem ez a ez a történet egyszerűen azért, mert hogy ez ilyen bizonytalan helyzeteket nehéz megemészteni. Emellem a tétet. Aha, egy megfogható esetet hozok föl, amikor tényleg volt a következménye a képsorozatodnak. Tehát ez még a régi origón jelent meg, ami nem összetévesztendő a maival. 2009-ben volt egy ilyen anyagod, aminek az volt a címe, hogy a provident hitelesek egy napja ott arra vállalkoztál, felolvasom az idézetet, mert nagyon érdekes a koncepció is, hogy milyen emberek azok, akik kölcsönből fizetik ki számláikat a hó végén, hogy aztán újabb és újabb kölcsönökből fizessék a kölcsönöket. Naplopó szilhámosok vagy pekes szerencsétlenek. Itt arra költik a pénzt, vagy azért úsznak el, mert gyerekruhára sem futja. Ilyen embereket kerestél meg, és ha jól raktam össze, ennek a sorozatnak a keretében, vagy ennek talán egy mellékvágánya volt, nem tudom, végigkövettél egy falopást a kameráddal embereket, akik elmentek fát lopni, mert így szerezték be a tüzelőt, tehát nyilván nem jó kedvükben. És ennek a képsorozatnak aztán volt egy következni rendőrségi ügylet belőle, hogy ez hogy volt pontosan? Ez volt az első olyan fotoriport az Origon, ami ami címlapi sztoriként jelenhetett meg, úgyhogy korszakos történet volt ebből a szempontból, és aztán abból a szempontból is, hogy rögtön éltem első rendőrségi ügyébe is bele vele. Azért volt elképesztő, nekem ez, mert ugye tök gyakorlatlan voltam, ugye kb. négy éve fotózhattam, és hogy, hogy ilyen típusú dokumentarista vagy szociolnyókat nem nagyon csináltam még előtte, és ez rögtön egy ilyen milyen szántó három napra leköltöztem, és különböző családokat mutattam be. Nagyon sok embert érintett ez a kölcsön, meg hogy ez a nyomorúság, hogy hogyan törlözgetik vissza ezeket a kölcsönöket. Bocsánat, hogy közel csak a hallgatóknak mondom el, mert nem mindenki abban a korosztályban van, hogy tudja, hogy mi az, hogy provident kölcsön, vagy abban a társadalmi helyzetben. Ugye a provident kölcsön, ez egy szegény embereknek alapvetően nagyon magas kamatra nyújtott kölcsön, azoknak adják, akik egyébként máshol nem hitelképesek, de ezért a kamat is nagyon sok. Zárójelbe zárva. Szóval az volt a történet, hogy kitaláltam, és ezt szépen feldolgozom. Leköltöztem, életem első ilyen anyaga volt, ahol leköltöztem több napra, és hajnaltól késő estéig követtem ezeket az embereket tényleg volt, akit orforgászat, volt falopás, nagyon sokféle, és annyi történt, hogy nem tudtam én azt, hogy mennyire körültekintőnek kellene ahhoz, hogyha anonim módon akarom bemutatni ezeket az embereket, mert én kikockáztam mindenkit, szép alaposan minden arcot, meg azonosítható dolgot én ott eltüntettem a képekről, mert azt akartam, hogy hogy ne a bűncselekmény legyen az elsődleges, hanem az, hogy mi a történet az egész mögött. Azt elfelejtettem viszont, hogy azzal, hogy, hogy a falu beazonosítható azzal, hogy ugye a, nyilván egy lovaszekérből, a lóból, a bármiből sem be lehet azonosítani, helyiek felismerik az illetőket, így pillanatok alatt rendőrség lett belőle. Úgyhogy ezt próbáltam el, mert az, az, a senkinek a rémálmába se Jöjjön elő, nekem volt elég sok álmatlan éjszakám amiatt, hogy, hogy nekem nem az volt a célom, hogy amúgy is rossz helyzetben levő embereket még rosszabb helyzetbe sodorják, és abszolút a legrosszabb jött ebből össze. Én emlékszem arra, hogy, hogy én úgy mentem vissza az akkori felelősszerkesztőmmel, egy elkísért, hogy mondtam, hogy vissza akarok menni, hogy akarok velük beszélni, mert nem az van, hogy ott hagyom a szarban, és akkor én meg igazából még segítséget is tettem a magyar rendőrségnek azzal, hogy beazonosítottunk néhány falopót, és emlékszem arra, hogy ez az elég kellemetlen pillanat volt, amikor kiszálltam a kocsiból, és akkor megláttak a alanyai, akkor már szabad voltak. És elindult felém a egyikük, aki ült egy pár éves súlyos testisértésért, hogy üvöltve, hogy mit csináltál velünk. És úgy voltam, hogy muszáj végig csinálni a dolgot, mert hogy ember elcsesz dolgokat, akkor helyrehozza. Ezt is nem vert meg, vagy nem ütött meg, bár mondjuk én rákészültem, hátra tettem a kezemet a hátam mögé, és mondtam, hogy akkor most ezen túl kell esni. De megállt szerintem pont ez a több év börtön büntetés. meggyőzte őt, és mielőtt megcsapott volna, hogy, hogy ez nem biztos, hogy ez a jó út, és akkor elmagyaráztam nekik, hogy ezért jöttem, mert egyrészt rohadtul sajnálom, nem ez volt a célom, másrészt meg fogadok egy ügyvédet, aki, aki segít nekik és hogy próbáljuk ezt elegyengedni, meg fizettem erdővédelmi bírságot, meg nem tudom, mit helyettük, mert úgy voltam valahogy hogy helyre kell ezt a történetet hozni. Úgyhogy ja, vannak ebben a szakmában olyan dolgok, amikor... És sikerült akkor így valamilyen szinten Hát figyelj, ne, ne, nem, senkit nem csuktak le, meg, meg hurcolták őket, meg hurcolták őket, de hát ugye az van, és ugye pont erről szólt a diplomamunkának egy része is, hogy azért volt egy-két olyan fotós a történelm során, aki ilyen sokkal bacakabb, helyzetbe találta magát, hogy például az Afrikában lezuhant helikopterpilótát a lábainál fogott végig, von a városon keresztül Mogadisúban. Ez az amerikai bevatkozás Igen, idején volt. Ami az a Black ezt... Hawk Down, Igen. a Szomália. Akkor utána ha jól tudom, mert nem biztos, hogy jól emlékszem, de ennek kapcsán nem avatkoztak be ott a, a népírtás Ruanda. Ugyanakkor Amerika azt mondta, hogy ha ezen az áron nem csinálunk több humanitárius missziót. Igen. Tehát akkor kiszálltak belőle, és aztán igen. De, de hogy azért volt azért egy-két fotós a történem aki utána végig is azzal kelt megfeküdt, hogy, hogy tevőleges része volt a fotójának abban, hogy, hogy a nagy politika ebből precedenskre... Igen, és ezt talán még megfoghatóbb történtek azok, most nem mondok konkrétan, de több ilyen volt, amikor fotókon szereplőket azonosítottak be később. Talán 2006-os magyar tültetéseken is volt ilyen egyébként, hogy a sajtófotokon lévőket elkezdték beazonosítgatni, és az alapján gyűjtötték be. Uh, but... Ezt Vagy... láttam -e támasztani az én képen, és megpróbálták az origon keresztül bekérni. Aha. Mert én is fotóztam odakint, csak ez egy elég... Ugye kim voltak a galériának, a képek, ott nem kockáztunk még. Ez, ez is egy érdekes történet. A... Illetve még egy, egy, egy ilyen kitekintés, ugye a, a, amikor volt itt a menekült válság, akkor ezrével jöttek az emberek a határon. Akkor ugye ott is az volt, hogyha valaki nekem azt mondta, hogy ne csinálj képet, akkor nem csináltam képet. Ezt így magasról leszart a kollégák nagy része, mondván, hogy hírértéke van a dolognak. De azért ez is egy elég meredek dolog, mert ebbe se gondolnak bele, hogy ugye pont mint egy magyarországi kis portálon megjelenő képek, valószínűleg nem nagy port kavarnak, de mondjuk, hogyha valaki komolyabb hogy nagyobb nemzetközi ügynökségnek dolgozik, vagy újságnak, azért is menek képzelhető, hogy olyan embereket azon be, mondjuk Szíriából, vagy bárhonnan, akiknek a családjuk ott maradt, és amiből igazán komoly dolgok származhatnak, és persze nem szabad mindig mindenben ennyire túl gondolni dolgokat, de hogy, hogyha neked valaki azt mondja, hogy mert pedig ezt nagyon nem szeretném, mert neki félni valója van, akkor, akkor nem biztos, hogy ezt erőltetnék kéne. És ez talán azért is van, hogy nagyon sokan nem foglalkoznak ezzel, mert sajnos a sajtó jó része nem úgy működik, mint te, hogy lemész egy helyzetbe, ott maradsz napokon, heteken át, aztán visszamész évekkel később, vagy visszamész, ha baj van, tartod a kapcsolatot. Sajnos az lett az alapvető működés, hogy beugranak a helyzetből, kiugranak, és nem azért meg gonosz ember, nem azért nem foglalkozik vele, mert már megy a következő témára. Nagyon kevés ember fordít arra időt, hogy végigkövesse. Szofi élete ez jutott most itt szemben eszemben, több éve követed a családot, ezt a dolgot. Sok minden van itt, amit kiírtam, hogy egy vidámabb történetre ugorjunk, ami viszont nem annyira vidám, de mindenképpen pozitív, hogy követtél például egy postást és aki kifejezetten hát ilyen helyre kérte magát, ilyen a cigány sorra. Ezt azért írtam ki, mert ugye ezzel egy elég rangos díjat is kaptál. Ez volt a 2010-ben a Pictures of the Year, ez egy nemzetközi rangos díj. Egy Szőke Tibor nevű postást követtél. Hogy ez hogy jutott eszedbe és miért? Én dolgoztam a Magyar Máté Szeretett Szolgálatnak. Azt mondták, hogy csinálják egy olyan, olyan filmet nekik, mint amit Nagy Benyén csináltam. Ez nagyon, nagyon, tetszett nekik. Tehát így azt mondták, hogy szabad kezet kapok az egészben. És dolgoztam a pécsi telepükön, és jött szembe egy postás velem, és nem találtam pont az egyik embert, aki elküldtek, hogy őt meg kéne látogatnom, egy hölgyet, és akkor oda mentem a Tiborhoz, hogy ne haragudjon, mit tudom, én a Marika nénit keresem, és akkor mondta, hogy ff, fogalma nincsen. És akkor még ilyen vicces fiúnak éreztem magamat, mondtam neki, hogy milyen postás az olyan, aki nem ismeri a, a már a munkakörzetében lakókat, és akkor mondta, hogy ez hát olyan postás, aki mit tudom, egy hónapja dolgozik még csak itt. És akkor megint csak viccesnek éreztem, amikor mondtam, hogy miért száműztek téged ide, és mondta, hogy nem száműzték, hanem, hanem egy, egy kemény helyről beszélünk, tehát az egy elég netes meredek számít az Pécs külvárosában, és úgy mondta, hogy nem száműzték, hanem ő oda akart menni, mert ő gondolta, hogy neki egy missziója van ott, és hogy neki a dolga van. És valószínűleg fáradt voltam, mert nem szoktam ilyen nagyon mókás lenni a vadidegen emberekkel, de hogy akkor mondták, hogy figyelj, ha ez tényleg így van, akkor adj már egy telefonszámot, ha nem volna, mert hogy érdekelne, hogy ki az, aki hoz egy ilyen döntést. És tényleg egyébként annyi volt, hogy elraktam a telefonszámát, és akkor három héttel később eszembe jutott, hogy hát felhívom. És akkor elkezdtünk beszélgetni, elmondtam, hogy igazából miről is lenne szó, és akkor mondta, hogy őt nem zavarja, ha van kedvem, menjek, csak beszélj meg a főnökeivel, mert hogy ő csak úgy nem engedhet oda senkit, és akkor ennyi igazából megbeszéltem a postával, hogy két hétig, három hétig leveleztünk, és elkísértem egy napjára. De egyébként abszolút meglepő, én nem hittem volna, hogy ugye ilyen Szíria, meg egyéb elképesztően durva és kemény anyagok közepette, hogy az Amerikai Pictures of the Iran ezzel első díjat lehet nyerni. Egyszerűen azért, mert hogy ez egy relatíve könnyed téma azokhoz a képest, amik itt a nagyvilágban zajlanak. De azt látom, hogy egyébként a másik Pictures of the Year díjas anyagon meg ugye a kongói lett, hogy azok az anyagok, ahol valami előremutató dolog történik, és ami emberileg is kiemelkedik a, a, tömegből. Na azok, azok, amik igazándiból működnek. Hát tudni, hogy a világban nagyon nagy szükség van ezekre a történetekre. De itt a postásnak mi volt a pozitív üzenete? Hogy... Ja, igen, a lényeget elfelejtettem. <laughs> Ez ugye később derült ki, mert ezt nem reklámozta akkor még nekem, hogy ő azt csinálta, hogy írt mindenféle ilyen kis pozitív üzeneteket Cetlikre, és ő amikor ment le, és csinálta a munkáját, és találkozott emberekkel, akkor egyrészt húznia kellett mindenkinek ezekből a jó kívánságos, meg jó idézetes pakliból. Imádták egyébként a ottaniak. Másrészt meg ő egy ilyen mindenes probléma megoldó ember volt, tehát hogy jó tanácssal, egy-egy jó szóval, ahogy ő fogalmazott, tehát, hogy az volt a dolga, és azt érezte feladatának, hogy igazából az ottani telepi lakók mindennapit jobbá tegye egy kicsit. Tehát, hogy ilyen kis egy kocka csoki volt, amikor oda libben valaki hozzá, de lehet és azt mondja, hogy kérte egy kocka csokit, vagy egy két szem és akkor elmosolyodsz, hogy fú, tök jó, köszi, aranyos vagy, és hogy ez a, ez a pici kis impulzus, ami a, azt csugalja, hogy a, nem mindenki rossz arc, és a, nem reménytelen a helyzetet, hanem mindig, mindig van valami, ami előre tud téged mozdítani, és ez volt a postás, és hogy ezek az embereknél rengeteget kapok olyan szempontból, hogy nekem is van néha ilyen kicsit depressziósabb napjaim, és akkor a, amikor így ráesmész arra, hogy, hogy, vannak emberek, akik, akik ezt így viszik ezt a lángot, úgy szoktam hogy egy kollégámmal ezt mondani, hogy vannak emberek, akik világítanak a sötétben. Tehát, hogy, hogy igazából meg lehet ezt a fákját, hogy bármit fogni néha, és egy picit így továbbadni, mert semben nem kerül, viszont eszméletlenül sokat tudsz felsegíteni. kicsit talán én is csapongok itt, mert annyi nagyon izgalmas anyagod van, de eszembe jutott erről a lángról. Egyrészt megint a sötétség megyen a kongóban. <gül> <gül> Benne maradunk egy képben, ez mindig egy ilyen nagy hiba szokott lenni az írásban, hogyha valaki ragaszkodik nagyon hozzá és végigviszi. De van itt egy másik sztori, egy Száraz Sándor nevű egykori budapesti sakfőtitkár, ahol úgy tűnik, mint hogy te adtad volna ezt a lángot, mert nem tudom, hogy találtad meg ezt az embert. kiderült, hogy ő valamikor elég jó nevű volt a magyar sakvilágában, világában, de amikor te rátaláltál, akkor éppen megfagyni készült egy majdnem hajléktalanként. És akkor ennek is lett valami fajta pozitív végkicsengés ennek a sztorinak. Nehéz úgy, mert hogy az nagyon pozitív végkicsengésnek azért nem tudom mondani, mert hogy mert hogy igazából ott nem volt meg ez a feloldódás a végén, egyszerűen a jó ilyenkor az szokott lenni, hogy ha, ha jó helyre jut el az anyag, tehát elég egy publicitást kap, akkor benne van a pakliban az, hogy, hogy valamilyen módon segítsük, hogy felkarolják, és ilyen szempontból volt jó a a történetében, mert hogy kapott segítséget, és bizonyos emberek, emlékszem, hogy, hogy megkeresték gyereküket, iratták be hozzá, hogy, hogy tanítsa. Kevésbé jó hír az, az hogy amikor az ember látja azt, mondjuk, hogy most is megjelent nemrégében egy anyag, szóval egy fél belül ő küldte el nekem egyébként a messengeren, és akkor megnéztem az anyagot, és akkor igazából ő egyébként úgy látom, hogy nem érzi rosszul magát a bőrében, ami önmagában már egy nagyon jó hír de kicsit azt éreztem, hogy ugyanabban a szituba van beleragadva még mindig, és hogy igazándiból, igazándiból nem mindennél van meg ez a ez elképesztően jó feloldás a történet végén, nyilván nem, nem, nem lehet mindig minden optimista. Azért jutott egyébként eszemben ő, mert hogy abban kevesen gondolunk bele, hogy igen, jársz ezekre az extrém helyekre, de hogy milyen extrém sorsok léteznek a rendszerváltás hajnaláról, amikor valaki, azt hiszem ő ugye a sakszövetségben töltött be egy magas pozíciót, nem politikai állás tulajdonképpen, de történik ezek a kataklizma, meg a hirtelen nagyon sok embernek az élete változik meg, akkor mi fiatalon, én akkor voltam te sokkal fiatalabb voltál, tíz éve, több mint tíz éve vagy fiatalabb nálam, hogy, hogy 81-es vagy mm -hmm. én 73-as, nem, akkor hát számoljuk ki, 8, 7, ha? 8, minden esetre én akkor kamasz voltam ugye a és vagy 20 éves aztán az első éveiben, és mindig így ez volt bennem, hogy jó, hát oldják meg, hát, ez, hát nekem is nehéz, találja fel magát. És akkor eltelik 15-20-30 év, és rájön az ember, ahogy kapja a pofonokat az élettől, hogy hát nem olyan egyszerű, amikor ki szalad a, lalad a talaj. És valahogy nekem például ő, az ő sztoriak, amit földolgoztál, az egy kicsit ez volt benne, hogy elgondolkoztam rajta, hogy akkor 90-91-ben hány és hány ember került olyan helyzetbe, aki nem pártfőtitkár volt, nem besúgó, egyszerűen egy olyan állásba mint aztán később értelmét vesztette, vagy átalakult, és hirtelen eltűnt mögül, egy egész világon beélt. Pont a sajtó az most nem egy, egy ilyen nagyon fizetett, vagy nem egy olyan hely, ahol, ahol pikpak el tudsz helyezkedni, É, úgyhogy é, abszolút értettem. A, és azt gondolom egyébként az is érdekes, pont az abszolgan egyébként, akkor ugrok egy, -egy gyorsan. A, a volt egy anyag, amit én nagyon szerettem, a középosztályról csináltunk egy nem tudom, elég sok részes anyagot. Szerintem ott is hónapokat töltöttem azzal, hogy, hogy ott közgazdásztó, matematikuson át, orvoson kezdve, én nem tudom már hányféle ilyen középosztálybeli, vagy ilyen klasszik középosztálybeli munkának tartott ember családjával csináltunk riportokat, és egy ilyen hangos képanyagot én is fotóztam velük. Én, én ezt nagyon, -nagyon szerettem egy. Tulajdonképpen az, hogy hogy néz ki Magyarországon a középosztály, ilyen szociográfikus konkrét családokon bemutat. Abszolút, szerintem nem is emlékszem, hogy nyolc család, de hogy per családot szerintem három napokat eltöltöttem velük, hogy ez tisztességesen meg legyen fotózva, ha ment a nyaralóba, nyaralóba, ha ha sebész orvos fotóztam a János kórházba, akkor ben voltam a műtéttől kezdve, addig vele még futott a este mellő után, vagy a barátaival elment sörözni. És ez is egy elképesztően izgalmas dolog volt, hogy voltam fotósa és művésze és sokféle emberrel, hogy például itt, itt, maga a középosztály is mennyire zsugorodik, és hogy a középosztálynak egy része, az bizonyos szempontból már leért csúszott egy, egy osztálya, és ők maguk se feltétlenül tudják ezt, hanem amikor elkezdenek erről beszélni, és elkezdik kifejteni a részleteket, hogy mit is jelent a... Akkor eszmélnek ők is, hogy hoppá. Akkor eszmélnek. Volt egy, olyan egyébként, most nem fogom ennyire leszökíteni, aki azt mondta nekem, hogy ő hogy ő azért nem akar benne lenni az anyagban, a középosztályról szóló anyagomban, vagy anyagunkban, ezt a csináltuk, mert hogy ő azt érzi, hogy ő ebből kilóg fölfelel ebből a középosztályből, a kaszból. Aztán kiderült, hogy ő volt jövedelmi szempontból a legalja gyakorlatilag a, az általunk merítésnek gondolt számnak, tehát hogy a, a leg leg leg, leg és ő azt úgy érte meg, hogy ez ő státusza az kiemelkedik ebből, csak érdekes ez, hogy tényleg ott ugye a középosztálybeli létnél is olyan átjárás volt a konkrétan már ebbe a kicsit a szegénység irányába, hogy mondjuk a az elismert tanárnő az mondjuk idegen vezetni járt ki Párizsba apró pénzért, vagy kölcsön kellett felvenni, akár pont provident kölcsönt a, a gáz konvektorának a megszereltetése. Tehát hogy azért itt voltak izgalmas történetek, és elméleteimig egy tanár, az 30-40-50 évvel ezelőtt, én tanárcsaládból származom, az, az középosztálybeli családnak számított. Tényleg ezek az anyagok olyan szociografikus igényűek, amiket megfotózol, és nem csak megfotózol, mert egy csomószor te is írod a, hozzá a, a szöveget, vagy sokszor előfordult, tehát riporterként is működsz, hogy bennem legalábbis az merül fel, vagy egy olyan arra szociálok, hogy minthogyha itt tényleg itt a 20-as, 30 as éveknek a nagy szociografikus készítései élnének tovább, hogy valóban ezért tovább, hogy mi hagy téged abban? Miért jó oda menni a nyomorteleple? Miért jó be kéreckedni a középosztály családjába, miért jó elmenni Kongóba? Hát azért ezek nem kényelmes dolgok, és mi késztet arra, hogy belekerüljön olyan szituációkba, ahol aztán azt kell mérlegelned, hogy nem utálnak el azért, amiért lefényképezett, mint például, amit említettél a, a gyászolókat, hogy ezért egy csomó ilyen helyzet is van benne. Fú, én, én, tök kíváncsi vagyok. Én, én, nagyon kíváncsi ember vagyok, és szeretek első kézből informálódni. Tehát amikor meghallottam először a kongói doktornak a történetét, akkor azt mondtam, hogy ez vagy kamu, vagy, vagy akkor meg kell csinálni. És én nem tudod, hogy ez most micsoda, és mert ez volt életemben párszor, és nem szerencsém ahhoz, hogy, hogy én kicsit én kamuszagú dolgokba fussak bele. Én egyszerűen látni akarom. Ha látod belülről mondjuk egy gyerek fölnevekedését, vagy látod azt, hogy hogy mi a dinamikája mondjuk a, a nyíregyházáról ingázó prostituáltaknál, tehát hogy mi van a háttérben, hogy, ha hazamegyek hozzájuk, akkor azt találom el, ami, ami a közvélekedésben van, vagy valami tök más. Ennek az a legegyszerűbb módja, hogy, hogy oda megyek, aztán megnézem. És például ilyen nagyon, nagyon, fura dolgok érdekelnek engem az életben. Például érdekelt, hogy a, ennek a prostitált hölgynek például a férje, az hogy a francba hagyja azt, hogy a felesége prostituáltként dolgozzon, és akkor ugye kiderül, hogy ő maga gyakorlatilag a stricéje. És akkor utána a következő dolog az, hogy jó, Csat, akkor... föl lehet tárni ennyi idő alatt, hát, ahogy, hogy, ez hát mi, nem, miért, nem siértek, ilyen hát elvittem a... a kocsmába a stricéjét, meghívtam egy sörre, is. Ezek és elbeszélgettem vele erről, mert kíváncsi voltam, amit nem lefotózni akartam, hanem kíváncsi voltam arra, hogy ez hogy a túróban működik náluk. És ez egy elképesztő dolog, mert ez tényleg olyan, hogy, hogy ezt neked a, strici meséli a kocsmában egy sör mellett, vagy neked a Czürikben egy, egy szórakozó helyen meséli a prostituált, hogy mi történik, vagy hogy került ebbe bele. Tehát ennél közelebb nem tudsz kerülni a, a történet magvához, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jól tudjak történeteket mesélni, ezeket nekem tehát nem is az, hogy így meg kell ismerem, hanem el kell, hogy higgyem. Mert ha el tudom hinni azt, hogy egy valid, igazi történet, egy igazi, mondani valóban az egész mögött, akkor szívesen vagyok benne, és szívesen mesélem. Tehát, hogy valakinek ezt, ezt mesélni, hogy ha a le akár egy ilyen kocsmai beszélgetés mellett, hogy te figyelj, az van, hogy, és azt tudod mondani, hogy de ez a migráció a legjobb példa volt rá, hogy, hogy azt mondják nekem egy kocsmában, érted, de, hogy ez meg az meg amaz van, és akkor az a válaszom, a gyerekek, hogy a gyerekeket, tegnap este még ott voltam, és az a helyzet, hogy... Pontosan ez a helyzet, hogy? Tehát ez történik a Röszkei határátkelőn, tegnap 23 óra 42 perckor, és így gyűlöm ezt a a mellébeszédés részét gyűlölöm azt a részt, amikor azt hallottam, és hogy egyébként is, meg szerintem nem, nem, nem. Tehát ha te ott voltál tegnap, nem tudom, vagy ott voltál Kongóban, akkor te tudod, hogy milyen Kongóban a rendőrökkel zöldágra vergődni, vagy lehet-e egyáltalán, és nem arról van szó, hogy mesélte a szomszédodnak az unoka öncse, aki, aki már látott kongói embert egyszer valahol tévében, hogy... Van itt még egy kérdés a másik oldalról. Arról te összetudtál rakni magadban valamit az évek során, hogy a stíci, vagy a prostituált, vagy egyéb más nehéz helyzetben lévő ember, vagy a falopó, miért akarja elmondani neked a történetét? Ez tök érdekes egyébként. A, egy részük azért, mert e, egyszerűen valamiféle segítségre számít. Pont a prostitúáltás anyag kapcsán a, az a lány, akiről meséltem, akit nem tudtam meggyőzni arról, hogy menjen el mosogatni. Ő például iszonyatosan lelkes volt, amiatt, hogy, hogy beszélgetek vele, és sokat beszélgetek vele, és meghallgatom, amit el akar nekem mondani. És ez egy, ez egy tökéletes dolog, de hogy egyszerűen azzal, hogy, hogy majd, hogy nem ilyen baráti viszonyba kerültünk, hogy tud nekem mesélni, és én valóban érdekel az, amit ő mesél. És ez, ez szerintem meg egy tök új dolog volt egy gyerek otthonos háttérrel. A, és, és vannak olyanok, akik egyébként szerintem azt remélik, hogy például segítik, tehát mindig vannak ilyen történetek, meg sikertörténetek, hogy, és egyébként meg is történnek ilyenek, hogy egy-egy anyag kapcsán mondjuk effektíve pénzzel, bútorra, bármilyen segítsége, lehetősége szakmesternél, ugye a gyerekeket irattak be hozzá, tehát hogy megváltoztathatja ez egész az életüket, és van, aki ezzel számol. Bizonyos szempontból nekem ezt ki kell tudni zárni, pont azért, mert hogy nem hathatok rá az anyagra, és nem én nem színházi előadást fotózok, hanem, hanem próbálom a valós életet. Mert hogy van ilyen, hogy ezek az emberek elkezdik használni a médiát tudatosan? Teljesen, teljesen. Abszolút. Egy, előadnak egy történetet, hogy meghassanak, hogy, hogy szánalmat kecsenek, hogy beindítsák a segítségnyújtást? Én azt gondolom, hogy erre vannak minták, és ez abszolút lehet látni. Tehát, hogy ez ugye úgy működik a, a dolog, hogyha ha engem beengednek a házába, akkor majd én, én biztos el tudom intézni ezt, meg azt, meg amazt. És ez például nagyon nehéz. Tehát amit én fontosnak tartok, és amiről hosszasan akarok beszélni, ott ezeket elég hamar le kell tisztázni, hogy mi az én szerepem. Olyan volt, már például a Szofis is, hogy, hogy ez mondtam, hogy támogatták a családot a cikk megjelenése után. Ezt én például nem zárom el, tehát nem az van, hogy engem keresnek meg, hogy akkor bocs, de ne avatkozz bele, be akarsz avatkozni, olyan értem, hogy akarsz nekik pénzt adni, vagy segítséget, tedd. Nem rajtam keresztül. Tehát én ott kisegerek a történetből, de nem zárom el a, őket a, a, lehetséges segítségtől, mert nem az a célom, hogy konzerváljam a, a nyomorukat, hanem az, hogy, hogy beszámoljunk az életükről, és egyébként az is része, tehát hogyha kapnak, mit tudom most, egy hülyeséget mondok, mert ilyen sose történt, hogy kapnának 10 millió forintot, iszonyúan érdekes lenne, hogy, hogy mire jutnának a, ezzel a pénzzel, tehát hogy lenne minőségi váltás, vagy nem. Tehát hogy engem nem az érdekel egy konzerva hanem az, hogy a dinamikáját bemutassam. Tehát valóban az van, hogy sokszor érzem azt, hogy, hogy van benne számítás is. A mögött nem csak ez a barátság rész, e ezeket kezelni kell szerintem tudni nagyon hamar és nagyon pontosan. Motoszkál bennem egy kérdés ennek kapcsán, és ezzel a kérdéssel szépen eljutottunk akkor a nagybányai a a anyag gigba az elejétől, amivel ugye, ami az apropóját is adja a beszélgetésnek, mert ezzel nyertél most fődíjat. Mivel itt ugrálunk, mindig így közbe kell vetnem, hogy a nagybányai sorozat is egy nyomortelepről szól, Igen. amit egy fallal választott le a város 2012, ha jól 11. 11, és te szinte azóta követed a sorsát ennek a szintén cigány telepnek Nagybányán, ami ugye Romániában van. Csak ezt közbevetettem, hogy aki nem ismeri ezt, az is tudja követni, Aztán. hogy itt mi között ugrálunk. Tehát egy fallal választottak le egy cigánytelepet, amire nagyon sok mindent lehet mondani, hogy egy rasszista megoldás, populista megoldás, stb. De mindig felmerül bennem, hogy oké, okay, bemutatjuk, hogy mi van a fal egyik oldalán. De ott vannak a fal másik oldalán is emberek, akik ö, talán nem véletlenül helyeslik ezt a lépést, mert ők viselték ennek a következményeit, hogy ez a telepot volt. Azért viselték a következményt, mert más nem volt hajlandó megoldani, rájuk testálta az állam kivonult, a rendőrség nem csinál semmit, és akkor oldják meg, ahogy tudják. És hogy mi van ezekkel az emberekkel? Mert egy kicsit nekem olyan az elmúlt pár évnek a története, hogy ezek a populista megoldások azért is kerültek előtérbe, mert hogy minthogyha ezekre a hangokra a politika nem figyelt volna oda, hogy ott hagyta ezeket az embereket, és eszembe jutott egy kis történet, pont a, a Vahorn Andrással is volt egy beszélgetésem, és ugye ő talált meg egy ilyen nagyon érdekes dolgot mezőszemerén, hogy kiderült, hogy a rendőrsége évekig nem foglalkozott a 20 ezer forint alatti lopásokkal, mert azt mondta, hogy a szabálysértés foglalkozol a jegyző. És akkor egy kicsit megértette az ember, hogy hogy gyűlnek fel ezek a feszültségek, amikor azok, akiknek ezt kezelni kéne, nem foglalkoznak vele, mert túl nehéz, túl bonyolult, lusták hozzá, mással vannak elfoglalva. Magyarul az állam kivonul a probléma megoldásból, és ezután teszem a nagybánya kapcsán, hogy m -m, amikor reflektorba kerül egy ilyen telep, nincs -e benne az, hogy akkor megfeledkezünk arról, hogy jó, de van egy problémának egy másik része, azok, akik mellettük élnek. Most ez lehet, hogy egy túl populista megközelítésnek tűnik, csak fontosnak tartom érzékeltetni, hogy ez a probléma azért nagyon létezik most a mai politikában, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik, akiket kevesebbet fotózunk, és ugyanúgy ott vannak. És, és... Hát amikor ott csináltuk először 2014-ben a Szabó Balázsán ezt a kis filmet, ilyen multimédiás filmet, akkor ugye ez volt a alapvető Hát felvetésünk, hogy akkor próbáljuk meg ezt a falat minden szögből megmutatni. És akkor ugye ben voltunk ott a, a cigányság oldalán, ben voltunk a, a szomszédok oldalán, elmentünk a polgármesterhez, és sok mindenkit megint terül voltunk a történetben. Tehát az emberink hogy nyilván próbál objektív lenni és kiegyensúlyozott. Kicsit azt érzem, hogy nekem kb. az a dolgom ebben a történetben, és én a nagybányától ockodom, mert hogy az, az, egy kemény szitu, kemény helyzet, kemény emberekkel, egyre feldődöttebb emberekkel, a, a kerítés vagy a fal mindkét, mindkét oldalán? Két oldalán. Én már nem, nem, nem jó oda visszamenni, mert, mert közel van az a pofon, amit kapni fogok. Kicsit az a dolgom, hogy dörgöljem a, a világorra alá azt, ami ott van, és azt is meg kell értenünk a fal, ezen oldalán levőknek is, hogy én nem, én nem nagy bányát akarom ezzel bántani, vagy nem a nagy bányákat akarom bántani, hanem egyszerűen csak arra akarok reflektálni, hogy... Mert ugye ez előkerül a nagy bányák részéről, hogy te lejáratod a települést? Van egy jó nagy Facebook oldaluk, ahol igen, hőzöngő posztokat kapok a munkáimra, mikor a nagy része azért értelmetlen, mert hogy nem ismerik a, az anyagot, tehát csak ilyen részek alapján itt élnek. De ugye muszáj kicsit dörgölni a, a ugye egész világorral lesz az egész áldatlan helyzetet, ami ott kialakult, mert, mert ugye erről beszéltem csak az interjú korábbi részében is, hogy nem lehet a végtenség jegelni dolgokat. És az van, hogy álmegoldásokkal sem lehet megoldani ezeket a dolgokat. Ez az úgy csinálunk, ez, ez tök jó volt, amikor 2011-ben felépítették a falat, majd kitűzték hogy a 12 13-as -13 céldátumot, hogy megoldják a a az egész addigra, és az ég semmi nem történt. És ez borítékolható volt az első pillanatok ez, ezért is gondoltam azt, hogy akkor ezt most nézzük végig, mert hogy a populizmus az egy határtanul izgalmas dolog, tehát hogy elmondják, hogy mi fog történni, azt nem neki hazamegy az újságírók, meg nem tudom és nem, nem lesz semmi, és igazából nem kéri számon rajtuk senki, nyilván az ott lakók talán, de hogy ezek a helyzetek, szituációk konzerválódnak. Nem tudok mást. ezeket egyszerűen néha föl kell emelni, indulatokat kell szítani, egyszerűen azért, mert hogy tényleg a fejünkre fogom lenni ehhez. De ahhoz, hogy föl lehessen mutatni ezeket a helyzeteket, ahhoz kell az is, hogy ahol föl tud mutatni, vagy hogy egyáltalán neked legyen időd, energiád fölmutatni ezeket, és nekem az az érzésem, hogy az utóbbi 10-15 évben egyébként világszerte, mint hogyha kezdenének beszűkülni a lehetőségek arra, hogy a fotoriporterek ezeket a lehetőséget felmutassák, kevesebb pénz van a sajtóban. A hirdetők inkább Google-on hirdetnek, a Facebookon, nem a magazinokban, nem a fotoriportokat közlő újságokban, ezek megszűnnek, kiszorulnak, az abcug is megszűnt. A működő dolgokat néha elfoglalja a kormány sajtóit Magyarországon. A lényeg az, hogy ez az udvar, ez úgy tűnik, hogy egy kicsit nagyon kezd szűkülni, hogy te ezt érzed a saját életedben is. A abszolút egyébként hozzátartozik, hogy pont az ilyen típus anyagoknál, amiket én csinálok, hogy hetek, hónapok, akár évek kellnek ahhoz, hogy a tendenciát szépen ki rajzolni, vagy akár itt csak ha visszanézzünk a középosztálybeli anyagra, amiről beszéltem, ahhoz, hogy ez egy komoly munka legyen, és amit amire vissza lehet még tekinteni 15-20-30 év távlatában megnézni, mi volt az akkori középosztálynak a helyzete. Ezek sok idő, sok energia, befektetett pénz. Ha van egy-egy elkötelezett szerkesztő, aki azt mondja, hogy már pedig ez egy fontos dolog, és ezzel foglalkozzunk, akkor kaphatsz teret arra, hogy egy-egy témát e, e, alaposan feldolgozzál, de egyébként, amikor ugye realizálják azt, hogy e, ugye a kattintás szám az nagy úr, hogy igazándiból egy Jól összepakolt, löccsögös búváranyag az 3-4 szalonyi kattintást hoz, mint a két hónap alatt készített nem tudom milyen anyagot. Tehát most is azt szokták mondani, egyébként az ilyen presztízs ügynökségek is, mint mint amilyen egy ilyen, ilyen Reuters, vagy Get Images, vagy AP, vagy nem tudom, hogy készítenek ilyen egészen fantasztikus anyagokat, nyernek vele pulitzer meg nyernek vele WordPress-t, kirakják a kirakatból, de egyébként a daráló megy, és ez lehetőleg olcsón, és hogy, és hogy minimál áron kipréselve a, a rendszerből. Én nagyon drukkolnék annak, hogy legyen valamilyen patronus-szerű rendszer, mert egyszerűen hiba lenne elengedni ezt az egészet, és, és nem megcsinálni, vagy nem dokumentáltatni folyamatokat. Én nekem az örök példám az amerikai gazdasági válság, ahol az állam azt mondta, hogy egy... Ez a 29-es. Úgy hívták a csoportot, hogy FSA, és hogy megbíztak egy-két fantasztikus fotóst. Igazából nem művészeti produktum létrehozására kérték őket, hanem egyszerű dokumentációs sorozatot, tehát hogy legyen egy. Ha lehet, tudjuk mondani a neveket, hogy be tudom tenni a műsor jegyzetbe. A... Dorothy Langra emlékszem most. Igen, a, a Dorothy Langre akartam én is küldeni, tehát a úgy a... Meg Az egyikük a Dorothy Lang volt, aki a mai napig egy. Meg kell igen. nézni őket, mennyis és emlékszem most így, így, így rá, hogy, hogy a, kik voltak a nevek, de hogy egy egészen fantasztikus anyag született, és az van, hogy tök jó, hogy vették a fáradtságot arra, hogy, hogy ezt a típusú dolgot dokumentálják, és kicsit azt érzem, hogy ugye... Megint közbe kell vetnem a hallgatóknak, akik nem fogják tudni, hogy ugye ez a gazdasági válság idején 29-30-es évek elején, illetve pár éve később um, ugye azt a világot fotózták meg, amiről mondjuk a, a Steinbeck, a, 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 Érika, gyümölcs. Érika Gyümölcs világa megfotózta, és a Doloty egészen ikonikus képei vannak, amit hogyha biztos, hogy találkoztak a hallgatók, és vagy csak nem tudják, hogy ő fotózta. És ezt a Roosevelt New Delhi kabinett államszervezet elkezdte finanszírozni. Ugye ez az FSA, ez tulajdonképpen a mezőgazdasággal foglalkozó állami hivatal volt, ami, amelyik foglalkoztatta ezeket a fotósokat ezzel a célral. Magyarországon nem nagyon látunk most ilyet, vagy az elmúlt húsz évben, hogy lett volna ilyen. Igen, mert tradíciói voltak ennek, de hogy, de hogy tényleg azt érzem, hogy, hogy így, 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 kimaradna, kimaradna ez a történelmi időszak, mert hogy elképesztő dolgokat lehetne dokumentálni, ki lehetne gyönyörűen találni, és hogyan lehetne egy, egy keretrendszerbe illeszteni. Azért lenne elképesztően izgalmas ez az egész, mert lehet vele tanulni, és tényleg azt gondolom, hogy azért nem sok az elbukás, hanem ezeket a, a, a spirálokat nagyon érzékletesen meg lehet nézni, hogy ezek, ezek hogy jönnek létre, és hogy történik-e valami benne, vagy van-e valami közös pont, ahol ezek megfordulnak, kitörnek ezek az emberek, vagy hol ragadnak be, hol buknak el a legtöbbek és hogy ahhoz, hogy ezt meg lehessen oldani, ahhoz ezeket tanulmányozni is kell tudni. Lássuk, tehát nézzük meg, hogy de mi van akkor, érted? Ez mindig benne van a kérdés Ebben, hogy... és mi van akkor, hogyha megfogom ennek a lánynak a kezét, és azt mondom, hogy jó, figyelj, akkor, akkor most játszok végezt az öt évet, és akkor nézzük meg, hogy magad mögött tudod-e hagyni az életed azon részét, és tudok ebben benne segíteni. Ez vissza-vissza jön? Nem tudom, hogy mi történt volna, ha megfogod a kezét? Nyilván ott, ott ezen nem tudtam volna ez egy speciális helyzet ezen segíteni, de egyébként ez egy nagyon izgalmas gondolat, hogy elég -e ez, hogy dokumentálom, vagy, vagy bele kell -e tudni néha ebben nyúlni, vagy hogyha igen, akkor hol. Rendszeresen azt kapom vissza, egyébként én nem szabad belenyúlni, mert hogy tényleg elviszi az életemet, és olyan dolgokkal foglalkozok, aminek nem én vagyok a, a szakember és a megoldója, de azért marha nehéz ez a rész, hogy, hogy amikor azt látod, hogy jó, hát senki nem fogja meg a kezét, és elkalódik. És ebből testközelben nagyon sokat láttam már, és hogy ez, ez nyilván kísért ez a rész, hogy hát erre próbálnám felhívni a figyelmet, hogy emberek muszáj, muszáj valamit tenni, muszáj megfogni a kezüket azoknak, akiknek erre szüksége van, és sokan vannak, és hogy és lehet azt mondani, hogy ez már unalmas, amit mi fotósok csinálunk, hogy amit legalábbis én a munkáimmal próbálok csinálni, de hogy, de hogy ez muszáj, muszáj, felelősségünk van benne, és ezért térek mindig vissza a kongói doktorhoz, aki, aki azt mondta, hogy jó, akkor ő ezt viszont csinálja, és fel kell kelni korán, és minél több embernek kell tudni segíteni, és elképesztően jó, hogy, hogy vannak ilyen emberek a világon. Megragadt a fejemben egy mondat arról, hogy amikor te kimész dolgozni terepre, akkor létezik egy fotó a fejedben. És eszembe jutott az, nem ebben az interjúban beszélgettünk, hanem előzetesen dumáltunk arról, hogy hogy néha videózol is, és hogy néha, ha jól idézem vissza, akkor az gondot okoz, hogy egészen másképp kell gondolkozni, mert te keresed a munka közben azt a fotót, azt a képet, ami benne van a fejedben. Nem biztos, hogy jól idézem fel. De ez mit jelent pontosan, hogy, hogy, hogy mész a kamerával, és valamit elképzelsz, és hogyha megvan az a kocka, akkor kattintasz? Hogy kell ezt elképzelni? Fú, ez a izgalmas. Ez egy konkrét példa, a 2019-ben mentünk, és, hogy, és az van, amikor te mész, be a Krajka nevű helyre, akkor én fölmegyek arra a dombra, hogy végnézzek az egészen. Van egy dombot, amire csak azért megyek föl, mert hogy jobban a rálátás az egészre. És kábi az van, hogy minden esetben fölmész arra a dombra, és ugye az van, amikor először fölmész, akkor lefotózod a kilátást. Tudom, mert egyébként egy jó kilátást nyílik. És amikor legközelebb fölmész, akkor látod, hogy mondjuk valaki talicskában tol valamit, és lefotózod. harmik alkalommal valaki égetott valamit, lefotózod. És hogy az van, hogy igazából összeáll a fejedben, hogy ez egy nagyon jó, nagylátószögű összefoglaló képe az egész telepnek, és ebben te igazából már tudod, hogy bennem vannak a képek, amiket elkészítettem valaha. És tudod, hogy mi van eddig. És amikor az, az, az van, hogy ennek a képnek helye van egy 10-12-15 képes sorozatban, de minden esetben fölmész mondjuk arra a dombra, akkor igazából te várod az, hogy jobbak legyenek a felhők, hogy, hogy, a, hogy van olyan dolog, legyen azon a képen, ami, ami még jobban összesűríti az egésznek az érzetét. És egyébként azért ezt a képet mondom, mert ott most csináltam egy olyan képet, ami szerintem az a abszolút a tavalyi évem kedvence, de hogy volt egy olyan pillanat most, amikor ez a látvány, amiről beszéltem neked, egy-két kis az ablakkereteket szerelte szét, és horták be tüzelőnek. És a kis srác szétszett az ablakkeretet, fölvette a vállára, és ahogy jött felém, igazgatta mert szétcsúszott, és gyakorlatilag egy ilyen totális keresztformába berendezte, és akkor a keresztel a hátán sétálta, és gyakorlatilag teljesen megvan a passió feeling az egészben, minden klappol a képen. Tehát így, tudom, ez így furán hangzik, mert a saját képen leszek, de így kell megcsinálni képet, ez a kvázi 2019-es év számomra tökéletes képe nem tudok hozzátenni mást. Amiben benne van a történetben, Igen, van tehát sűrítve. nem tudok hozzátenni mást, és, és, ez egy ilyen elképesztő dolog, és ezért tudom, hogy az ember ilyenkor keresi, mert az van, hogy a, ott van a simpár, és 43-szor mész egy nap keresztül rajta, és 43-szor fotózol egy rajta fekvő kutyát, egy átlépő embert, a lovát a símek között vezető ember, és egyszer a tíz év alatt van egy olyan képen, mint amikor az a piros kislányt áll az egész közepén, és fésülje a haját, de hogy de neked megvan a ló, megvan a kutya, megvan a. Tehát, hogy, és hogy tudod, hogy ez a hova vezet a, a simpár, és hogy milyennek az üzenete, és hogy igazából nem rendezelte meg ott semmit. Egyszerűen csak várod azt, hogy a sok év alatt egyszer csak megszülessen egy olyan kép, ami, ami ott van e, abban a pillanatban, amikor te ott vagy, és ezt le tudod fotózni. Így tud egy anyag igazán kiforni, hogy, hogy amikor te ismered már az egész. Történet, akkor nem belefásulsz, vagy beleúsz, hanem egyszerűen az van, hogy amikor odafordulsz mondjuk a töltés felé, és azt mondod, hogy most. Tehát most összeállt a történet. Tehát minden összeáll, és akkor most végre meg tudod fogalmazni a dolgot. Tehát egyszerűen tényleg, amit mondtam, hogy sűrítesz, hogy azt mondod, hogy ismered az alanyadat, ismered a, a, az, hogy mit akarsz kihozni ebből a szituációból. És ez nem prekoncepciót jelent, csak egyszerűen az, hogy tudod azt, hogy ki a, az alany jól ismered, és akkor megpróbálod valahogy ezt így belesűríteni egy kockába, és, és mindig van talán egy picit jobb, vagy picit több, és hogy ehhez kellenek az évek, hogy, hogy visszaér. Ennyi volt mára az élet meg minden. Legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe Az élet Tehát még egyszer, ékezetek nélkül az élet meg és mielőtt elnémítom magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg, hat év munkájával, az első leütés gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új, évek óta használják az egyetemeken és az újságíróképzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, arra is Ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmi könyvet megrendelhetette is az első leütés.hu oldalon, sőt az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az első oldalra, tehát még egyszer első